Sok szeretettel köszönjük a körünkben, köszönöm Szél Attilát. Szeretnék egy pár szót mondani róla. Valószínűleg, aki egy kicsit is jártas a tudományos világban, az tudja, hogy ő a természettudományok doktora, fizikai tudományok kandidátusa, Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának a tudományos főmunkatársa, napkutató. De én inkább érdekesnek tartom azt, hogy ő egy olyan önálló filozófiával rendelkező tudós, aki számos könyvet publikált, és ismeretterjesztő könyvei is vannak, természetfilozófiai könyvei is, illetve őstörténeti jellegű könyvei is. Az Írószövetség és több nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. Rendszeresen publikál csillagászati, fizikai, kvantumfizikai kutatásaiból. Fél évig volt a kaliforniai Chapman Egyetem vendégprofesszora, ahol csillagászattal és biológiával kapcsolatos kutatásokat végzett. Én inkább úgy gondolom, hogy ami számunkra nagyon érdekes lehet, hogy ő mindig is az egészet nézte. Tehát nem a tudománynak egy szűk területét, hanem mindig az összefüggéseket kereste, és például zenei kutatásokat is végzett. Egészen a 70-es évek végétől. 75-ben ugyanis megalakult egy olyan együttes, a Vágtázó Halott Kémek, ami hát az idén ünnepli ugye a 40. tehát a fennállásának, megalakulásának a 40. évét, és ez egy olyan egyedülálló jelenség volt a 70-es, 80-as években, ami megkülönbözteti a többi ilyen underground, tehát a szubkultúrában létező együttestől, hogy amik többnyire ilyen kozmopolita irányultságúak voltak, hogy ez az együttes, ez mindig is az ősit, az eleinknek a népzenéjéből eredeztette magát, és képes volt valami olyan elementáris ősi és a zenei anyanyelvünkön megszólaló vonalat képviselni, ami azóta is példanélküli. Na most, ez egy olyan extázist váltott ki a hallgatóságból, hogy az akkori intézményvezetők, tehát a koncert helyszíneknek igazgatói, műveletési házak igazgatói körében, ez hamar elterjedt, hogy ez egy ilyen botrány zenekar és nagyon veszélyes, és nem is léphettek fel ezen a néven, hogy Vágtázó, hogy VHK, ugye ez a rövidítés, Vágtázó Halott Kémek. És egy személyes emlékem ezzel kapcsolatban, hogy egyszer csak tele volt a város olyan plakátokkal, hogy Svihák koncert van. Tehát egy-egy betűt még pluszba odaírtak a három betű elé, és hát persze, hát Svihák együttes az jöhet, ki tudja mi az valami gimnazista együttes biztos, tehát az mehetett, a VHK az nem. És ez azóta egy olyan nemzedékekkel, meg generációkon keresztül átívelő sikert tudhat magáénak ez a zene, aminek Attila hát a meghatározó személyisége, vagy vezéralakja, hogy ahogy ment az idő, mindig megtalálta a maga közönségét. Például a 90-es évek Németországban ez egy abszolút kultikus zenekar volt ebben a progresszív zenei körben, és jelenleg ugye a Vágtázó Halott Kémek zenei anyagán kívül Vágtázó Életerő néven működnek, ami úgy gondolom, hogy valamelyest annak a szellemi örököse, illetve Vágtázó Csodaszarvas, amiben pedig népzenészekkel is összedolgozik, és az meg kimondottan, célzottan népzenei elemekből merít. Egyébként itt a gyülekezés alatt ilyen zenét hallhattunk halkan. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy Attila, ahogy járja az országot, és elsősorban magyarságtudománnyal, illetve őstörténettel kapcsolatos kutatásairól beszél, különböző olyan nemzeti jellegű szellemi műhelyekben, hogy igen, egy igen keresett előadó, és azt hiszem, hogy túlzás nélkül mondhatom, hogy egy igazi, sokoldalú reneszánsz személyiség, úgyhogy fogadjuk sok szeretettel dr. Trampier Attilát.
köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy beszéltek erről a témáról, ami körül tulajdonképp az életem forog. Ezek az eszmék, ezek a gondolatok, ezek forrongásban tartják az életemet, és ezek ilyen gyújtó gondolatok, úgyhogy remélem, hogy másokban is kigyújt talán érzéseket és további gondolatokat és tetteket. Mert erre valók, tehát nem csak arra, hogy egy előadást legyen belőlük, hanem hogy valami következményes legyen a világban. Na most a népzenéről és a műzenéről, nek a viszonyáról, hát anélkül, hogy bármi éle lenne a dolognak, mégis kénytelen vagyok élesen fogalmazni, hogy megértsük azt, hogy mi az én álláspontom, mi az én személyes tapasztalatom és meglátásom, hogy a népzenét és a műzenét nem fogjuk föl eléggé, hogy mi a népzene és mi a műzene. Mert az a szempont, amiből igazán föl érdemes fogni a népzenének a valódi jelentőségét, ami valóban kiemeli a népzenének a jelentőségét, az az, hogy mi az életnek a valódi alapja. A nép és a természet, vagy pedig az individualista önző egyén és a pénzhajhászó társadalom. Na most melyikre támaszkodjunk? Tessék, lehet választani. Melyik a valóság? Melyik a valóság és melyik az álság? Melyik az otthonosság? Mit válasszunk? Az otthonosságot vagy az idegen művi látszatot? A potyomkin díszleteket, amit az orrunk előtt rángatnak? Mit válasszunk? Az igazságot vagy a hazugságot? Mi a helyesebb? A népfelség eszméje alapján élni, vagy a rabszolgasorsot választani? A demokráciát vagy a visszaélést a demokráciával? Természeti erőkből fakadó, örök emberi értékeket éltető népzenét hallgatni, vagy pedig a földi hatalmasságokat kiszolgáló műzenét hallgatni. Természeti erőket szabadon kiteljesítő legyen az ember, vagy természetellenes társadalmi erő és emberellenes társadalmi erőknek előírt módon alávetett, önmagától is elidegenített, beszűkült agyú, agymosott ember legyen a társadalmat manipuláló háttérerők háziállata. Tehát ilyen ellentétekben lehet elgondolni igazából azt, hogy mi az a népzene, ami már 1000 éve valahogy különös módon alárendelt, látszólag alárendelt szerepet játszik a látszólag rendkívül magasztos és messze fölé emelt műzenéhez képest. Csak az a kérdés, hogy a természet, ami kiterjed az egész csillagvilágra, az az igazi valóság, vagy az a művi látszat, amit az ember megpróbál kikoholni a modern ember az elidegenedett agyával. Az igazi zene az isteni eredetű, mert a zene rendeltetése belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. A népek legendái isteni eredetűnek tartják, és ahol az emberi megismerés határait értjük, ott a zene még túlmutat rajtuk. Olyan világba, amit megismerni tudatosan nem, de sejteni még lehet, mondja Kodály Zoltán. Vagyis tulajdonképpen a lelkünkkel át lehet élni, meg lehet tapasztalni teljes lényünkkel, de a modern ember szűk, zsugorított tudatával már nem, abba nem fér bele, mert nagy valóság, nagy falat, nemes vad. És mit ír az oxfordi zenetörténet az ősi zenéről? Ahogy énekel és táncol, az ember, már amikor olyan zenét játszik, amit belső szükségletre játszik, belső lelki igényre, mert olyan is van, legalábbis volt régebben az emberben, belső igény valódi zenére. És ahogy erre énekel és táncol, az ember felfedez magában egy mindent átható elemet, amelynek felfokozó, felszabadító vagy gyógyító hatalma számára ismeretlen a mindennapi életben. Az a zene, amelynek ilyen életfelfokozó hatalma van, növekszik az extázis eléréség, amikor mindent ledönt. A zene egy jármű, hajó vagy út, ami átviszi a halandót egy másik földre, egy sokkal valóságosabb világba, az igazi valóságba, ahol a beszűkült agyról lerepülnek a korlátok, és látjuk és átéljük azt, ami van. Ez hajmeresztő, megtisztító tapasztalat. És ez a modern embernek már annyira beszűkült az agya, hogy azt hiszi, hogy ez végleges és visszavonhatatlan. És csak az van, amit a csőlátáson keresztül lát.
De be kell látni, hogy a valóság nagyobb, mint ami a csőlátásba belefér. A történelem előtt a történelem valahogy beszűkítette az ember tudatát, bezsugorította, letörpítette, lelki és szellemi törpévé tette az embert, foglyul ejtette. De a történelem előtti zene erejét és hatását tekintve természet fölöttinek kellene nevezzük. És úgy gondolom, hogy az, hogy visszanyerjük a teljes erőnket, a teljes emberi mi voltunkat, és nem maradunk csonka véglények. Az emberiség nem maradhat örökre megcsonkított véglény. Nem maradhat örökre azonos, aki egy csőlátás mögé van kényszerítve. Mert az ember a természetnek a része. Az embert nem a társadalom hozta létre egy kémcsőben, ugye a különböző határozatokra, hanem az ember természeti lény mind a mai napig. Mi a természetnek tartozunk elsősorban, és mindörökké. És az a sorsunk, hogy visszanyerjük a szabadságunkat, még hogyha ez a parányi kis történelem pár ezer éve megnyomorított is bennünket, nekünk, hogy Isten és ember előtt a történelem színpadán az a feladatunk, hogy visszanyerjük emberi mi voltunkat. Nem pedig az, hogy elfogyasszuk, föléljük és letörpítsük még jobban. Mert az emberellenes és természetellenes lenne. És az, hogy visszanyerjük, az elsősorban azon múlik, hogy merünk-e igényt formálni a teljes jogú életre. Vagy beletörődünk abba, kérem, hát ilyen romlott a világ, akkor még itt elérdegélünk egy darabig, aztán fejest a sírba. Az emberiség jövője a lélek erején múlik, és a lélek ereje a népzene erején múlik. Ezért használok ilyen éles ellentétet a népzene és a műzene között. Mert a műzenének az a szerepe, hogy elaltassa a lelket. Az igazi népzenének pedig az, hogy fölébressze. Érthető? Ezt a szándékot nézzük. Ne azt, hogy kinek esetleg milyen érzelmi kapcsolat alakult ki, hanem ezt a szándékot nézzük. Az őserejű népzene az a világegyetem természeti erőiből fakad. A világegyetem legmagasabb lelkiségének az olyan kifejeződés, amiben mint egy dióhéjban benne van a világegyetem lényege. Az őserejű népzene a világegyetem lényegének a foglalata. És mivel a mindenség legyőzhetetlen, örökkévaló valóság, bármit is gondoljanak a földi hatalmasságok, a világegyetem színpadán ezek a földi hatalmasságok, be kell lássuk, nem a teljhatalmú rendelkezők. Hála Istennek, hála a világegyetemnek. Ez így van, és ezt kell látni, és ennek a fényében kell értékelni a népzenét is. És hogyha azt látjuk, hogy az igazi népzene az természeti, vagyis örökerőkből fakad, akkor az őserejű népzene legyőzhetetlen, megalkuvás nélküli természeti erő kellene, hogy legyen. Illetve az, de hol van? Ez a népzene hol van? Ez a legyőzhetetlen, megalkuvás nélküli erő az, aminek révén még a modern, megcsonkított ember is legyőzhetetlenné válhat. Nem csoda, hogy elrejti előlünk a modern világ. Hogy legyünk lelki törpék. És ennek amitől a lelki törpeségtől megszabadulhatunk, az az őserejű népzene. Ezen múlik az emberiség sorsa. Csak olyan életet érdemes élni, ami túlmutat az emberi test pórhüvelyén, ami túlmutat az önző testi szükségleteken, ami túlmutat a fogyasztói társadalom lelki nyomorán. Valamit, ami több, valami, ami összeköt bennünket, embereket egymással, ami az emberi sorsközösséggel, a magyar sorsközösséggel, minden élőlény sorsközösségével összefügg. Ott kezdődik az élet, és oda tart, mert onnan fakad, és ott az a természeti rendeltetése. Nézzünk egy pár gondolatot a népzenéről. A szkíta, trák, Orpheus, akitől a görög bölcsességnek a túlnyomó része fakad, és aki félig meddig homályban rejlik, a görögök is félig meddig gondoskodtak arra, hogy elrejtsék, de ugyanakkor nekik köszönhetjük azt is, amit tudunk róla. Ez az Orpheus, aki a régi görögöktől északra élt, minden bizonnyal a Kárpát-medencében. Itt egy olyan őstudással rendelkezett, aminek a kutatása megérne 100 000 ember életet. És ez a szkíta, trák, Orpheus.
szerint, az ő eszméje szerint, az ember a lelkét a világegyetemtől kapja. És olyan zenét énekelt, játszott, hogy az a kő, amit feléje hajítottak, amikor meghallott ezt a zenét, eltérült, hogy ne sebezzen, mert ne bántsa meg. Az állatok megbabonázva hallgatták a zenéjét. Minden meg a természeti erők meghajoltak a zenéje előtt, mert a zene a természetnek a legmagasabb kifejeződése. Az a zene, amit ő játszott. De még a Kínában, az ókori Kínában is azt mondják, azt írt Lao Tse-ről marad fönn, hogy a lélekben elhangzó zenét hallja a mindenség. Hozzáteszem, ha igazi zenéről van szó, ha valódi, természetes érzésből fakad, és nem nyavajgásból. Az ókori kínai filozófia szerint a zene az ég ajándéka, a mennyek ajándéka, alapelvei a világmindenség törvényeiből adódnak, és rendkívüli erővel képes hatni az emberekre. Lenyűgöző, rendkívüli erővel, életre szóló, megragadó erővel, életfakasztó erővel. Vagyis, ugye nem én találom azt ki, hogy az, a népzenének ilyen szerepe van, hanem az ősi időkben tudták. És milyen képet formálnak a magyar népzenéről a társadalomnak a háttérbe burkolózó erői? A magyar népzenéről. Ez nem más, ugye, mint ahogy tudjuk, mint a vendéglátóipari roma folklór. Nem igaz? A egész világon mindenki tudja. Ez a magyar népzene. Tessék! Nesze neked! Ezt kényszerítik már évszázadok óta. Ezzel etetik a világot. Ezzel a képpel árasztják el a helyet, a magyar népzene helyet, ami van. Ami valójában a magyar népnek a zenéje. És kérdés, hogy mi ezt hagyjuk? Elemi érdekünk, hogy a legsajátabb magyar népzenét tegyük a köztudatban a magyarság legfőbb jellemzőjének. Az, hogy büszkék legyünk arra, hogy milyen népzenénk van, hogy keressük azt a népzenét, ami a magyar népzenében arra érdemes. És hogyha megtaláljuk, gondoskodjunk róla, hogy ott legyen a családban, ott legyen a társadalomban, ott legyen minden közösségben, ott legyen a világban. A jövőnknek a legfontosabb alapjáról van szó. A lélek erejéről, ami nélkül is minden összeomlik. Semminek nincs értelme. Ez a jövőnk igazi alapja. Az az erő, ami összetartja a közösséget. És ez az erő, ha tudunk róla, ha nem, a sors különös akaratából újjászületőben van. És ez az a hír, ami idehozott, hogy erről a témáról beszéljek. Újjászületőben van. Eltemették, jó mélyen, jó régen, és valahogy, anélkül, hogy bármi is, látszólag bármi is történt volna, bárki is észrevette volna, magától, csoda módon újjászületőben van. Rejtélyes, megdöbbentő jelenség. Soha senki nem figyelt föl rá. Csak nekem szúrt szemet, mert régóta ezzel foglalkozom. A kínai történetíró, Ecsedi Ildikó jegyezte föl, hogy a kínai történetíró, azok a hunok kárhoztatásakor megbotránkoztak a hunoknak a zenéjén, amit bujának, vagyis életerősnek, kicsapongónak találtak, vagyis extatikusnak, vagyis erőteljesnek, amely veszélybe sodorja a kínai szertartásokat, ugye azokat a hivatalos kereteket, amiket úgy megszabtak, talán egy kicsit túlságosan mereven, de ugyanakkor, vagy éppen ezért a kínai zene megújulásai, fellendülései tagadhatatlanul és kimutathatóan idegen gyökerűek. Vagyis, mi az az idegen gyökér, ami nem kínai Kínában? A hun. Vagyis, mi újította meg mindig a kínai zenét? A hun. Vagyis, mi a kínai népzenének a gyökere? A hun népzene. Érthető? Persze ehhez gondolkodni kell egy picit. Tehát, nem jutott el odáig még eddig senki, hogy ezt összetegye, hogy kik az idegenek Kínában, ugye nagyon bonyolult lett volna, azt, hogyha mindig attól újult meg, akkor a kínai népzene hun gyökerű, ez nagyon bonyolult lett volna. Ehhez kellett volna egy kis, hogy mondjam, tisztánlátás, a törekvés. De ez manapság szinte nyomokban sincs, meg csőlátással vagyunk elfoglalva,
ugye na, tisztán látás, az micsoda, az hogy kell? Nem is nagyon tudjuk. Pedig nem lehetetlen. A természeti erők azt szeretnék, azok az erők, amik a népzenét szülik, azt szeretnék, hogy tisztán lássunk. Tehát, csak azért sodorhatta veszélybe a kínai szertartásokat a hun zene, mert olyan erős hatással volt a kínaiakra, hogy be kellett tiltani a kínaiaknak, mert különben lélekben a kínaiak hunná változtak volna. Amikor ezt megértettem, akkor rájöttem, hogy na, ilyen zenét érdemes játszani, amitől nem csak a kínaiak, hanem az egész világ hunná változik. Nem? És a zenével, ennek az a módja, hogy olyan zenét kell játszani. És elérhető. Hogyha a Kínában elérhető volt, a hunok már megtették, mi a folytatóik vagyunk, mi magunk is azok vagyunk. Tessék, rajta. Ősi kínai hit szerint a zene nem szórakozásra, felszínes szórakoztatás, agyhígításra való, mint ahogy manapság, ha kell, hanem ránk kényszerítik a bankokban, meg minden üzleti helységben. Ugye beleavatkozva az embernek a lelkiismereti szabadságába, ugye? Hanem a gondolatok, a lélek megtisztítására, vagyis katarzisára. Mert hogyha az ember megtisztul a szennytől, megtisztul a lehúzó erőktől, akkor röpül fölfelé. Mert a léleknek ez az igazi természete. Na most, a káldeusok az ókorban, ugye, akik Mezopotámiában éltek, és a mágikus őstudásnak egy jó részét ismerték, abban tűntek ki minden más ember közül, hogy magukat a csillagászatnak és őseik megismerésének szentelték. Ugye, összefügg a kettő, a csillagászat és az ősök. Hogy hogyan? Tessék, elgondol, félretenni a csőlátást? Hát, ha valahogy kiderül, hogy ez hogy függ össze. És felhasználva a zene alapelveit, felmutatják a legtökéletesebb összhang létét a világegyetemben, a közös egyhez tartozás és a részek egymás iránti együttérzésében. A világegyetem minden része egymás iránt együttérez. Hogy mondják ezt a görögök? Nem hallom. Szimpátia. Nem. Szimpátia. Együttérzés. Empátia, ugye másikkal való együttérzés, szimpátia, együttérzés. De lehetséges abban, hogy úgy is, hogy a patológiában az a... És az empátia? Az együttérzés. És az mit? Ugyanúgy ott van abban a pátia. Ugye akkor lehet, hogy nem csak a szenvedés az a jelentése, hanem általában az érzés. Köszönöm, mert utána fogok nézni. Tehát a kozmikus együttérzés, mondjuk így, magyar szóval mindjárt világosabb lesz. Tehát ez a görögöknél kozmikus szimpátia néven ismerté vált eszme, úgy látszik, hogy a káldeusoktól ered. Vagyis ki tudja honnan, mert a káldeusoknál ők honnan tudták, és egyáltalán kik a káldeusok, ugye ez egy külön kérdés, amiről remélem szó lesz most a mai előadásban. Szabolcsi Bence azt írja, hogy a látható, tapintható világ felett különös, bármikor felidézhető varázslatként terül ki a zene világa. A zene a világtörvény egy titkos részét fedi fel. Világtörvény. Az emberi test és lélek összhangját úgy teremti meg, hogy az ember közvetlen összefüggésekből kiemelve a természeti világ tagjává avatja. Énekelni és zenélni. Évezredeken át mindig azt jelentette, kivéve a mai fogyasztói társadalomban, hogy varázsolni, elbűvölni, ráolvasni, cantare és incantare, chanté és enchanté. A zene révén mindig földön túli hatalmakkal lépünk összekötetésbe, kivéve a modern fogyasztói társadalomban. Tehát ebben a modern fogyasztói társadalomban, ami a végképp megpróbálja leválasztani az embert a saját gyökereiről, a saját hazájáról, a belső természeti lényéről. Ebben a kifordult világban létfontosságú, és nem is lehet más, nem is lehet enélkül semmit sem elérni, hogy visszanyerjük azt a kapcsolatot, ami a lényünk forrásával, a lényünk magjával, a lelkünknek a erő forrásainak a forrásait visszaszerezzük a maguk teljében. És ennek a leghatékonyabb módja az elemi erejű, még tiszta, nem a nyugati keretek közé
bepréselt, és annak a nyugati szemléletnek alárendelt népzene, ami a Magyar Rádióban szól népzene címén, meg amit a magyar iskolarendszer tanít. Mert ez egy szolgai szemléletű, üres fejű, üres lelkű, alázatos szemlélet. Ami nem nézi az őseinket semmibe, nem nézi azt, hogy az őseinknek valóban ilyen volt-e a lelki világuk, az érzésviláguk, hanem csak azt, hogy mi a tananyag, mit írt elő a fölsőbb hatóság, akinek alá vagyunk rendelve, és akinek, hogy úgy mondjam, a talpát kell nyalni, vagy ki kell szolgálni. Nem ez a népzene az, amiről szó van, hanem egy elemi erejű, tiszta népzenéről, valódi erőről, természeti erőről. De létezik-e egyáltalán ilyen népzene? Hogyha nem, nincs az iskolában, nincs a tévében, nincs a rádió, akkor hol van? Világszerte, az biztos, hogy világszerte óriási igény van rá. Sokszor hallottam, hogy olyan népzenére van szükség, ami elemi erejű. De hogy lehet ehhez hozzáférni? Ehhez rá kell csatlakozni a népművészet titokzatos, rejtett forrásaira. Hogyan születik a népzene? Lehetséges, hogy ma szülessen népzene? Miféle titkok várnak itt ránk? És hogyan lehetjük fel ezeket az erőforrásokat? De még egy pár gondolat. Zoldai László írja a Régi Muzsika, Magyar Muzsika Évszázadokból című könyvében, ami egy rendkívül elfelejtett könyv, ahhoz képest, hogy milyen tartalmaz rejt magába, hogy a sámánisztikus népzene, ahogy ő nevezi, búvópatakként alámerül az évezredek mély rétegeibe. Underground, ugye már nem csak a 20. században jönnek az underground, alá taszították az egész emberiséget a föld alatti mély rétegekbe. Ott engeti az emberiség az életét, mint egy titán, és fönt ott toroznak az emberiség félig meddig, vagy 99%-ig megölt tetemén ott toroz egy pár vitorló. És ezt nevezik történelemnek. A 11. század elején csitul el a sámán dalnak nevezett, ugye magyar ősi népzene. A pogány kor költészete alámerül a népi ének látszólagos névtelenségébe, a kitaszítottságba, a történet alatti mély rétegeibe. 9 évszázad is beletelik, amikor a búvárai felemelik a mélyből a pogánykori népzene elsüllyedt drága gyöngyeit. Bocsánat, hadd kérdezem meg, miért kellett ehhez 9 évszázad? És mi változott? 9 évszázad, 9 évszázadig sikerült ellopni a világegyetem, az emberiség kincsét. És 9 évszázad múlva ez a kincs elkezdett magától felszínre kerülni, anélkül, hogy bárki tudott volna róla, 9 évszázadig be volt zárva egy széfbe. És utána kibújt a széfből? Vagy mi történt? Érthető? Ez egy óriási kérdés, nem? Hogyan kerekedhetett fölül? Hogy most akkor egyszer csak most valaki kíváncsi lett rám? Úgy látszik, ez se érdekel, de mint hogyha búvárai jöttek volna, elkezdtek volna módszeresen kutatni, hát nem tudom, minden esetre próbálok erre választ adni, nem sokára. Ám ezt a régi hagyatékot, amit megpróbált a műzene, ugye, teljesen elnyomni, kiirtani, megfojtani, kitekerni a gigáját, mert népzene, ezt a régi hagyatékot más ágakon is őrzi középkori művelődésünk. Anonymus is megemlíti, hogy a parasztok, jókulátorok, vagyis a regősök nem engedik feledésbe merülni az ősöknek, hősöknek visel dolgait. Mi lett a sorsuk ezeknek a regősöknek? Kinyírogatták őket egytől egyig, akit lehetett. Mindegyiket. Lassanként megszűntek az énekes rendek. Nem tetszett az új rendszernek. Nagyjából még Mátyás korában is ott voltak ezek az énekmondók. Olán Miklós jegyzi fel, a királynői titkár, hogy a tárnak völgy is adám, amelyek a létét is tagadják a hivatalos történészek, a csőlátásnak a erőltetői. Hogy nem is volt olyan tárnak völgyi csata. És itt van, hogy még a Mátyás korában még énekeltek róla a regősök. Veronai Dietrichről és homlokába tört nyilvas a sebéről. A felvillanó pogánylázadások alkalmával még itt-ott felhangzik a tátosnak mondott sámánok dala. A nép szónokai énekeikkel támadnak, és a nép egyként újongva kiáltja rá, úgy legyen, de nem úgy lett. A népnek lett úgy. A népnek annyi lett, és a néppel visszaélő, visszás, embertelen, lélektelen hatalom fölülkerekedett. A nép pedig, ugye, a mély rétegekbe alámerült, névtelenül.
Meddig tartható fönn ez az állapot? Meddig hagyjuk? Hiszen rólunk van szó. Hogyan lehet visszaszerezni ezt a tudást, ezt a lelkületet? A tudást is kell. Vissza kell szereznünk a néphagyományt, az őstörténelmet, a természet földrajzi tényeket föl kell fogni. A régészet, embertan, genetika, a vércsoportkutatás, az ősvallás, a történelem. Ezekről mind szó lesz, hogyha az idő engedi. Az ősi mágikus világkép. Na és most jöjjön valami, ami egy kicsit közelebb jön már a válaszokhoz. Bartók Béla volt az egyik első, aki a népzenéről új és forradalmian új eszmét, annyira forradalmian új eszmét alkotott, hogy mind a mai napig senki sem érti. De nem, sokáig azt hittem, hogy Bartók volt a legelső, de nem. Most, ahogy készültem erre az előadásra, mert föl szoktam készülni az előadásra, mindig újra, hogy napra kész legyek, és én is egy kicsit jobban értsem, amiről beszélek, ami nem árt néha. És a Georges Sand, az a francia romantikus regényíró, volt az, aki szinte egy az egybe megelőlegezte, Bartók előtt megfogalmazta ezt a hasonló eszmét a népzenéről, és utána kutattam, és kiderült, hogy a felvilágosodás után, ugye ami 1780-as években tört ki, de gyorsan-gyorsan leszerepelt. Akkor ugye hittek, a felvilágosodás hirdette az emberi ráció, az ész egyeduralmát és minden hatóságát. A következmény hihetetlen népgyilkosság és visszaéléseknek a teljes elhatalmasodása. Csömör. Rögtön lelepleződött a felvilágosodás, és már az 1800-as évek elején ellenhatásként jött az, hogy hát, hogyha az ész ilyen barbár tud lenni, akkor igazából az, ami nemes az emberben, az a lélek. És a lélek nemességének az eszméjét felkaroló szellemi mozgalom volt a romantika. És ezt a romantikát ugye próbálják gyengének bemutatni, meg ilyen érzelgősnek, meg hígbelejűnek, meg mindenféle megbízhatatlan valaminek, amit ugye gyenge elméjű limonádékon fölnőtt ugye nem teljes jogú harcosok magukat ezzel vigasztalgatják a brutális valóság helyett. Ugye így szokták fölfogni ugye a romantikus romantikát. De hogy miről van szó? Én egy egészen más oldalról szeretném a romantikát megvilágítani. A romantika tudnélik egy olyasmi, ami nagyon is időszerű. A népzenének a fényében. Az őserejű népzenének fényében. Mert a központi témája valami, ami azóta se valósult meg, és amit úgy hívnak, hogy szabadság. A szabadság eszméje és vágya, a nemzet előtérbe kerülése, az önkifejezés szabadsága, az életérzés felfokozódása, a lángoló életöröm, a léleknek a teljessége, hasonló eszme, mint amiket a népzenéről tartottak az ősi időkben. A romantika tehát valahogy visszafordult a lélekhez, és a lélek révén visszatalált az eredeti teljességhez. A romantika tehát az életnek, a léleknek egy teljesen felfogása, mint ami a nyugati világ csőlátásába belefér. Tehát azért a nyugati világ belerúg egy nagyot ebbe a nemes lehetőségbe, és azt mondja, hogy az egy gyenge elmélyű, hígbelejű valami. Fordítva, a csőlátás az, ami embertelen, és ami szegény, és ami szűklátókörű. És a romantika az, ami a valóságot teljesebben látja. És mit mondott ez a romantikus szerző? Azt mondta, van muzsika, amelyet természetesnek nevezhetnénk. Mert nem a tudás és az elmélkedés szülötte, hanem az ihleté. És nem követi a szabályok és a szokások szigorát. Nem az ész mériskélő számításainak a következménye, hanem a lélekből fakad. És a lélek az egy természeti erő. Ez mindenek előtt a népzene, a parasztok zenéje. Azok, akik az igazi kincsen rendelkeznek. Nem úgy, mint a meggárgyult értelmiség, ugye, amelyik a lelkét elveszve hozzá idomul minden törekvésével és sejtjével a hatalomhoz próbál igazodni. És az összes idegsejtjét az agyában is átrendezi a hatalom szolgálatára. Hanem, és ott, még ott van az a zabolátlan népzene, ami lerúgja magáról a szabályokat és a szokásokat, és úgy teremt. Ugye? Na, micsoda romantikus. Nem tűnik olyan nagyon
szirupos limonádésnak, ugye, hanem fordítva. Sokkal több erő van benne, mint abban a csőlátásban, amit most alakítanak ki a népzenéről. Mit mond Kodály Zoltán? A magyar népdal az egész magyar lélek tükre. A magyar nyelvvel egyidős. A magyarság történelme során kialakult, és az évszázados évezredes használatban csiszolódott népzenei hagyomány anyanyelvünkhöz hasonló érték. Benne mindannyian magunkra ismerhetünk. Belőle mások is megismerhetnek bennünket. Na most, nézzük azt a természetes életegységet, amiben az első emberiség beleszületett. Még amikor ez a művi tudás még nem hatalmasodott és nem nőtt rá az agyára, mint egy mesterséges daganat, hanem még úgy látta a világot, ahogy van. Természet adta agyával, és nem a művi aggyal, ami beépített műholdként minden megmásít, és csőlátást alakít ki. Az első emberiség és a kisgyerek, akit még nem rontott meg a rafinált rontási szokásokkal operáló, manipuláló társadalom. Ezek még érzelmi lények, és érzelmi lényként valósága belenőnek abba a természetes érzelmi tájba, ami a földből, az anyaföldből, anyaföld. Olyan, mint hogyha egy magzat, ahogy az édesanyjában növekszik és érzi az édesanyját, úgy érzi a kisgyerek és a teljes szívű ember, úgy érzi az anyaföldjét. Mert érzelmileg belenő a mindent átható kozmikus életfolyamatba. Abba a hangulatba, ami a kozmikus erőkből folyamatosan áramlik. Ami a természet törvényekből, az élet törvényéből, az a zsongás és az a röpítő életerő, ami tele van érzéssel és indulattal és hangulatokkal, varázslatos töltésekkel. Ez egy valóság. Csak a modern ember nem látja, mert el van foglalva a piculákkal, hogy holnap hány piculát fog keresni. Ugye? És hogy fogja megnyomorítani a többi embert. A modern művallások megjelenéséig a természet volt a vallásos élmény elsődleges forrása. Azóta már megtanultuk a természetet leértékelni, és a természet fölé helyeztük a művallások által kialakított művi valóságképzetet. Már nem kell a természet, tehát mit akar a csillagvilág. Amikor ki lehet találni valamit, és akkor azt fölé emelni annak, ami van. Na most szeretnék egy fontos gondolatot elmondani, ami sok évtizedes munkámnak az eredménye, és egy mondatban összefoglalható, de nem lesz könnyű megérteni, de azért amennyit meg lehet belőle érteni, az is egy világot nyit meg. A csillagászként tudok róla, hogy létezik egy olyan egyenlet, ami megmondja azt, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy a világegyetemben van élet. És akkor azt szerint, hogy hány bolygó létezik a tejútrendszerben, hogy hány tejútrendszer létezik, hogy hány olyan bolygó van a sok-sok bolygó között, a sok-sok galaxison, amelyiken amelyik a lakható zónában van, amelyiknek megfelelő a tömege, és így tovább. Tehát amelyiknek minden fizikai feltétele megvan ahhoz, hogy az életre alkalmas legyen. Megfelelő a hőmérséklet, és így tovább. Azok, és akkor ezeket az összes ilyen tényezőt figyelembe véve, ezeket a tényezőket mind első közelítésben összeszorozzuk, és így megkapjuk annak a valószínűségét, legalábbis egy első beslést, hogy mi a valószínűség annak, hogy az élet valahol létrejött a világegyetemben valamelyik bolygón. És akkor kapunk rá egy számot, hogy mondjuk 10% vagy 90%, és az nekünk mond valami, vagy 0,000 vagy 99,99, nem mindegy. Ezt hívják Drake egyenletnek. Ehhez hasonló egyenletet lebukkantam véletlenül, vagyis hát szóval nem direkt, nem ezt annyira nem éltem az eszemmel, hogy rögtön ezt alkalmazom a földi körülményekre, hanem szépen ki átgondoltam, és lassanként összeadtam ezeket az építőkockákat, és utólag jöttem rá, hogy ezt egyszerűen is kitaláltam volna. A civilizáció eredetéről van szó, az emberi művelődés alapjáról. Ugye, mi kell, erre vonatkozó egyenletet lehet fölállítani. Mi kell ahhoz, hogy egy bizonyos adott körzetben létrejöjjön az emberiségnek egy magas műveltsége, ugye kell nagy népsűrűség, kell kedvező földrajzi helyzet, ahhoz is, hogy elegendően változatos legyen, sokoldalú hatásrendszer indíthassa el az életet,
kell megfelelő földrajzi alakzat, az ami ezeket a sokféle hatást egységessé szervezi, hogy össze tudja adni, a sokféle parányi kis hatásból legyen egy valódi nagy hatás. A tájegység mérete, minél nagyobb egy ilyen egységes táj, annál több hatást tud magába gyűjteni, és annál nagyobb szabású terepet kínál az élet kifejlődésének. A földrajzi védettség nagyon sokat számít, ugye, hogy mennyire, mennyire védi meg az időjárás és természeti kiszolgáltatottságtól. A kedvező éghajlat, például az, hogy mérsékelt égőben legyen a táj, mert akkor például négy évszak válik lehetővé, ami kedvezőbb az élet gazdagsága kifejlődése számára, mint hogyha csak két évszak. Az, hogy megfelelő legyen a csapadék, tehát ne legyen túl kevés, ne legyen túl sok, mert a túl sok csapadék kimosad a tápanyagot a talajból, a túl kevés nem ad elegendő tápanyagot. Hogy az úgynevezett makro- és mikroklimák megfelelően gazdagok legyenek ahhoz, hogy serkentsék az életműködést, hogy sok elegendően sok nagy folyó legyen, hogy a talajnak magas legyen a humusz tartalma. Létezik egy talajsavasság, ami szintén nagyon fontos, ha túl savas a talaj, megöli az életet, ha túl lúgos, szintén megöli. Van egy bizonyos szűk tartomány, amiben a legkedvezőbb, mely hol vannak az ilyen talajok. Ezek is csak, ugye, mint a bolygóknak van egy bizonyos lakhatósági sávuk, a talajoknak is van egy bizonyos kedvező sávuk a talajsavasság szempontjából. Vannak-e ásványi kincsek a közelben, ha nincsenek, nehéz kifejlődnie egy olyan civilizációnak, ami a fémeket is ismeri. A héjvizek például különösen a jégkorszak után nagyon nagy szerepet játszhattak az emberi műveltség kifejlődéséhez, hogy ne használjam a civilizáció idegen szót. Tehát ezek mind egy-egy tényezői az emberi civilizáció kifejlődésének. Tagadhatatlanul. Itt ez, hogy úgy mondjam, matematika. Tehát itt nincsen elfogultság, nincs az, hogy fú, hát én most nagy magyar akarok lenni, vagy nagy román, vagy bármi, hanem ez matematika, ugyan, mint a Drake egyenlet, ugye nincs elfogultság benne. Na most nézzük meg ezek után Magyarország, vagy a Kárpát-medence helyzetét. A Kárpát-medence 2500 km-re van Európa nyugati csücskétől, és 2700 km-re Európa keleti csücskétől, majdnem pontosan középen. Akkor az Észak-Európa mondjuk a Hollandiától, Németalföldtől 1300 km, Görögország déli csücskétől 1300 km, elég jó ki van egyensúlyozva. Valahogy pontosan egy olyan földrészen, mint Európa, ami szintén különösen kedvező, annak pontosan a kellős közepén. Tehát így ebből az egész táj, hatalmas tájból képes befogadni minden irányból nagyon sokféle hatást, és ráadásul önmaga is képes kibocsátani, hogyha képes magként működni, ami persze külön kérdés. Na most itt van ez a tájegység, ez a Kárpát-medence. Ez egy természet a tájegység. Elég különös. A természet ilyet létrehozott, hogy egy kicsit mesébe illik, hogy egy egységesen körbevesz egy bizonyos tájat, egy olyan kitüntetett, jó, hogy nem rajzoltod, de egy kört, ugye, vagy valamilyen nagyon magas matematikára emlékeztető geometriai. Ez páratlan az egész Földön. És egy hatalmas nagy táj, 325 ezer négyzetkilométer, és ráadásul ebben a hatalmas nagy szinte kör alakú képződményben van egy belső kör, és azon belül van még egy belső kör. Tehát nem csak az, hogy egy különösen védett, tehát nagy táj, a világon egyedülálló nagy táj, hanem még azon belül kétszeresen védett. Itt van a Csíki medence, ugye a Gyergyói medence, a Csíki medence, háromszéki medence, még különösen védett, tehát nem csak az Erdélyi medence védi a Kárpát-medence kívül, hanem még ott bent is különösen védett, és szintén medence. Tehát háromszorosan védett, háromszoros védettség. Na most, hát igen, itt nagyon másképp néznek. Itt nálam, ami itt kék, az nálam teljesen piros, őrjítő piros, itt pedig nem tudom, lilás kék és feketés. De valójában a lényeg az, hogy itt egy hatalmas nagy, a végtelen rónaság a Kárpát-medencében, ugyanolyan életföldrajzi, növényföldrajzi feltételek uralkodnak Kárpát-medence nagy részén, mint ezen a hatalmas nagy tájon. Látható egészen, ez Korea. És ezen a hatalmas nagy tájon, aminek 8 millió négyzetkilométer a területe, a földkeresség legnagyobb egységes tája, ez nem védett ugyan, mert az egyetlen egy része az, ami teljesen körbevédett, az a Kárpát-medence. Tehát ezen a hatalmas tájon belül egy kitüntetett rész van a Kárpát-medence, de ez 8 millió négyzetkilométer, 14 idővezete terjed ki, és
itt ez a mérsékelt égőben van, a legkedvezőbben. Ezen belül a Kárpát-medence pontosan abban a mérsékelt égőben van, amelyeket úgy hívnak, hogy nedves kontinentális, vagyis, ez érdekes, nedves szárazföldi. Vagyis olyan szárazföldi, ami nem száraz, hanem nedves. De nem túl nedves, és nem is túl száraz, hanem pont jó. Nedves is, és száraz is. És az a régészeti kultúra, ami itt egy egységes régészeti kultúra fejlődött ki, az kétszer ekkora területet 16 millió négyzetkilométerre terjed ki. 16 millió négyzetkilométer nagyobb, másfélszer nagyobb, mint egész Európa. Nézzük meg a csapadékeloszlást. Hú, hát igen, egész mások itt a fényviszonyok. Na lényeg az, hogy a csapadékeloszlás itt lehet látni, ez itt 5-600 mm évente, 625 azt hiszem a Kárpát-medencére átlagolva, amik 500 és 1000 mm között van évente. És itt van a Mezopotámia, hát ez egy sivatagos vidék. Itt olyan 200 mm, azért 250 alatt van, a 250 mm alatt van, tehát itt nagyon kevés a csapadék, ez egy sivatagos kör, tehát itt van Szaúd-Arábia. Ez az a Mezopotámia, a termékeny félhold, amely teljesen terméketlen, csapadéktalan éghajlati viszonyok között állítólag termékeny. Hogy hogyan? De nem a természet akaratából, az biztos, mert a csapadék mennyiség az nagyon nem elegendő. Na most nézzük meg a humuszban gazdag termőtalajt, a Kárpát-medencében a világ legjobb minőségű fekete földje, és akkor még ezen a hatalmas tájén, amit szintén az előbb mutattam, itt másképp néz ki, mert ugye a föld az gömb alakú. De ugye azon a hatalmas tájon szintén ott van a kitűnő fekete föld, a világ legjobb minőségű termőtalaja. Na most nézzük meg, hogy a talajsavasság szempontjából. Hol a legkedvezőbb? Itt van a Kárpát-medence. Ez a sárga az a semleges, ami a legkedvezőbb. És akkor itt, ahol a fekete földnek a nagy része elterül, itt a fekete tenger fölött, ott már lúgos a talaj. Tehát a növényzetnek nem annyira kedvező. Vagyis, hogyha ezt a két térképet összetesszük, remélem majd sikerül találnom valakit, aki ezt megoldja, akkor egyértelmű, hogy a Kárpát-medencében a legtermékenyebb a talaj, és ráadásul ugye az éghajlat is ott a csapadék és rendkívül kedvező. Ráadásul a földön itt a legvékonyabb a földkéreg. Itt mindössze 20-21 kilométerre van itt a felső köpeny a felszín alatt, és ez majdnem annyi, mint a tengerfeléken. Egyébként pedig 33-40 km máshol ez a távolság. Tehát mi vagy a Kárpát-medence van a legközelebb a föld magjához. És ennek sok-sok előnye van, különösen a jégkorszak után, de minden időben, ugye, mert itt különösen gazdag hévizekben, forrásokban. Úgyhogy a Kárpát-medence sok szempont, nem csak egy szempontból, hanem valahol sok-sok áldás egyszerre jött össze. Úgy, mint hogyha nem véletlenül jött volna létre, mert az egyik táj ott vékony a földkéreg, a másikban jó az időjárás, a harmadik természetileg védett, a negyedikben jó a csapadék, az ötödikben a talajsavasság, a hatodikban az humusztartalom, de itt mindegyik együtt van. Az az egyenlet a civilizáció kifejlődéséhez, ami a magas népszűrűséghez és az élet magas kifejlődéséhez szükséges, itt együtt van 6-7 tényező már is, pedig még nem járunk a sor végén. Mert most jön még a fényművesség. A Kárpát-medence a világon létező összes érc, azt hiszem, hogy 400 körülre egy ilyen számot találtam valahol, és ennek a negyede megtalálható ezen a földkerekség, a föld teljes felszínek egy parányi kis töredéke a Kárpát-medence. Mégis az összes ércnek az egynegyede az itt található Kárpát-medencében. Egészen elképesztő. És a fényművességet itt a Kárpát-balkáni metallurgiai, vagyis fényművességi provinciában, vagy vidéken alakították. Itt van a Duna, itt a Tisza, ugye látjuk, és itt van ez a Kárpát-medencei fényművességi központ, és ez időszámításunk előtt 6. évezredben, itt fejlődött ki a fényművesség, nem a termékeny félholdban, mert bár a civilizációhoz kellene, a szükség van a fémekre, hanem innen a Kárpát-medencéből terjedt el a fényművesség, oda le is a Mezopotámiához is, több közvetítő lépéssel. Mivel, hogy itt a Mezopotámiában, ezen a területen elsősorban, ahol a városok vannak, és aminek a teljes kiterjedése 120 ezer négyzetkilométer, és sohasem volt több a lakott terület és öntözött terület, nehéz is ezt a bonyolult öntözést megoldani,
Úgyhogy 120 ezer nézetkilométer a Kárpát-medencének a harmada, és rendkívül rossz csapadék minőség. A talaj, azt mondják, hogy hú de jó a Nílusnak az árterülete, hú de jó a Nílus és a Tigris és az Eufrates árterülete. A folyók, amikor kiáradnak, üledékes talajt hoznak létre. Az üledékes talaj egyik a legrosszabb minőségi talajoknak. Szervetlen anyagot tartalmaz. Mi a jó talaj? A szerves, magas humusz tartalmú talaj. Úgyhogy itt nincsen jó minőségű talaj, nincs jó minőségű csapadék, nincsenek fémek. Itt van a legközelebbi fémlelőhelye, messze vannak ettől a helytől. És szorványosan, és kevés. És például a fémművességről, itt van az APA Hajdúsámson, ez a Felső-Tiszavidék, Erdély. És az APA Hajdúsámsoni műveltség meghatározó volt időszámításunk előtt 3500-tól időszámításunk előtt 1000-ig, egész Európában, az egész világon. És innen jutottak el, az itt készített kardok jutottak el Dániába, a mai Dánia területére. Különösen, hogy pontosan miért, azzal is még foglalkoznom kell, mert a szakirodalomban nem találtam rá magyarázatot. Úgyhogy innen terjedtek el az itt készített szkíta jellegű kardok, amikkel külön előadást lehetne tartani, hogy néznek ki és mitől szkíta jellegűek. De itt van például a Christiansen és Larsen könyvéből, egy teljesen független forrásból szintén, hogy a Kárpát-medencében, a Duna-medencéből terjedt el Skandináviába, az Alpokhoz és Észak-Olaszországba a fémművesség. Tehát ezt nem csak egy ember fedezte föl, hogy a fémművesség nem tud máshonnan elterjedni, csak onnan, ahonnan vannak fémek. Szóval fémek nélkül fémművességet kialakítani, hát ember legyen a talpán, ugye, aki ezt meg tudja oldani. De ez nem jelentett komoly nehézséget, eddig mindenki azt hitte, hogy fémek nélkül is menni fog. De most van, aki utána nézett, hogy hol állnak rendelkezésre azok a fémek, a Kárpát-medencében állnak elsősorban rendelkezésre, más tájokon pedig sokkal szorványosabban, és ott pedig nincs a magas népszerűséghez természetes adottságok nem állnak rendelkezésre, csak mesterségesen lehet létrehozni és fönntartani ott a népességet nagy nehézségekkel. De ahhoz már civilizációra van szükség. Ugye ott a mezopotámiai időszámítás előtt 3300-ban kezdődött az írás. Nézzük meg itt a Duna-medencei írást, ugye Mervininek a cikkéből a Danube script, a Dunai írás, a Dunai civilizáció, a 20. század egyik legnagyobb régésze Vere Gordon Child tett először ismerté. Tehát itt van a Duna, itt van valahol a Tisza, és akkor itt van Erdély. Itt a mai politikai viszonyokat vetítek vissza, nem tudom, hogy képzelik ezt, hogy mire jó ez a mai politikai viszonyokat. Szerintem földrajzi fogalmakat kell inkább alkalmazni, és mert ez nem való ide. Lényeg az, hogy mondjuk, hogy Erdély, az mégis egy földrajzi, és akkor ez az egész terület itt egy írástudásra rendelkezett időszámításunk előtt 5500-tól több mint 3000 éven keresztül, és hogy utána az írás megmaradt-e valahol vagy nem, erre ezt egy diszkrét homály fedi. Tehát nyilván megmaradt, csak nem tetszik, hogy megmaradt. De mi tudjuk, hogy megmaradt, mert a székelyeknél megmaradt. És például az az írás, ami itt a Erdélyben a jelen volt, az a kukutyini, erős kukutyin tripoljai műveltségben a fazekas korongok, a fazekas termékeken, kerámia tárgyakon csomó ilyen rovásjel látható, és ezeket összehasonlították a székely rovásjelekkel, és nagyon szoros megfelelést tudtak kialakítani, tehát a székely rovásjel, és bizony ennek az ősi Európa, az emberiség legelső írása 2200 évvel megelőzi a mezopotámiai írást. Valóban ez az emberiségnek a legelső írása. Itt van egy Todorovic nevű szerzőtől, aki a 60-as években készített monográfiát, hogy itt van Tordos, és innen terjedt el az írás, itt van a Nándorfehérvár, idegen szóval Vincsa, tehát akkor mindenki a Vincsát használja, és akkor innen terjedt el délfelé az írás, tehát a Kárpát-medencéből terjedt el az írás. Na most, sorszerűen a kezembe került egy német nyelvű könyv, ritkán vásárolok német nyelvű könyvet, de egyszer pont oda vezetett a sors, hogy a kezembe került egy német nyelvű könyvet, antikvárium, ha megvettem, mert a címét nagy nehezen kisolavizáltam, és az a címe, hogy jogarhordozók a sztyeppe urai. Jogarhordozók. Nem értettem pontosan, mi ez a jogarhordozók? De jogar az egy királyi felségjelvény. És akkor megnéztem, és jogarakkal temetkező népről van szó. Egy jogarakkal temetkező népről, és akkor úgy egy jó ideig csak így rásztam a fejemet, hogy most pontosan most miről van szó, hogy
annyi király volt ott, hogy rengeteg sok király, mondjuk sok százezer király, és mindegyik jogarral temetkezett, vagy sok utána, hogy visszahőköltem, hogy talán nem, aztán akkor mégis hogy van, ott vannak a dokumentációk, valóban jogarakkal temetkeztek. Hát igen, szóval ezt meg kell érteni. Volt egy ilyen nép, aki jogarakkal temetkezett, időszámítási körül 5100-ban kiáramlott egy nagy népesség az Aldunához, majd tovább a létrehozott településeket ilyen láncolat szerűen, mint ahogy bedobunk egy követ a tóba, és akkor terjednek a hullámok, terjed tovább, és létrehozta itt Meótisznál a 3-as számú népességet, a Volgánál a 4-eset, és a Kaukázusnál az 5-eset. És ez 3000 évig fönnmaradt Európának, az az 5 nagy hatalma, és kiszámoltam, hogyha hány településről tudunk, egy településnek mekkora az átlagos lakossága, és ezt a kettőt megpróbáltam összeszorozni, nem volt olyan nagyon nehéz, és abból a szorzatnak az eredménye az volt, hogy 800 000 fő települt ki Erdély Felső-Tisza vidékére. Érdemes volt összeszorozni. Rajtam kívül még ezt régész, vagy nem, még nem. Pedig nem fájdalmas két számot összeszorozni, megéri, mert akkor képet alkothatunk belőle, hogy millió, és ez egy alsó becslés, mert nem minden települést ismerünk. Milliós nagyságrendben bocsátott ki, de jó ég, honnan tudtak ezek, ilyes, így terveztek előre, hogy milliós nagyságrendben alakítják a történelmet? Na most a lovas, tudjuk, hogy lovas íjászok, ugye a magyarok, elkerültek azt, hogy honnan ered a lónak a háziasítása. Hát most a legújabb elkérdések szerint időszámítási körül 4400-ban Gyerejvkán állt, tehát valahol a mai Ukrajna területén, ott találtak olyan temetőket, amiben már a 80%-a a lovaknak már háziasítottnak látszik, és akkor az nyilván akkor ott háziasították lovat először. Csak hogy találtam egy rendkívül nem eldugott helyen, hanem a Magyar Nemzeti Múzeumnak a régészeti vezetőjében, vagyis nem kimondottan eldugott helyen találtam ezt a képet. Időszámítás előtt 5500 volt. És az ábrázolásból az én számomra az derült ki, hogy ez egy olyan, mint egy kentaur. Itt van egy ember, mert abban az időben így ilyen jellegűen ábrázolták az embereket a kőkorban. Tehát itt egy ember, egy négylábú lényen van, hát feltételezzük, hogy ez a valami ló, akkor itt úgy tűnik, hogy már akkor megülte valaki a lovat, és ez egy másik valaki pedig képes volt megörökíteni. Tehát érdekes, érdemes figyelembe venni. Na most kiáramlottak innen a Kárpát-medencéből, milliós nagyságrendben kiáramlottak ide, erre az eurázsiai síkságra, amiről már beszéltem, az a nép, amelyik itt él a Kárpát-medencében, és amelyik, hogy magyar volt, vagy nem volt magyar, hát ugye a legtöbben esküsznek rá, hogy nem lehetett magyar, hanem pre-magyar volt, ugye? Ez egy nagyon, nagyon magyaros kifejezés, vagy nem is tudom. De honnan veszik általában azon kívül, hogy kijelentik, azon kívül nem szoktak az erre magyarázatot adni. De pedig szerintem ez egy tisztázandó kérdés. Na most akkor innen kiáramlott egy bizonyos nép, az a bizonyos nép aztán itt élt 3000 évig, mégpedig békében. Milyen érdekes? Békében, nem volt háború. Hát ez érdekes. Erről is külön lehetne beszélni, de most röviden. Ennek a népnek az utódja, amelyik itt a Kukutyini Erősdi Tripolyai Művelődési Fazekasságot is létrehozta, azt a Natalia Taranec, azt egy a Powerhouse Múzeumnak a munkatársa azt írja, hogy az utódai voltak a szkítáknak az elődei. Tehát az a nép, amelyik innen kitelepült, annak az utódai voltak a szkíták elődei. Ugye próbáljuk összeadni, ugye ebből én arra következtetek elsőnek, mert ilyen merész következtetés még senki nem ragadtatta magát mai légkörben, hogy akkor akik itt éltek, azok is a szkíták elődei voltak. Csak én tudok ilyen következtetést levonni. Nincs más a világon, mert a csőlátás olyan erős, hogy megakadályozza ezeket a... Ha A egyenlő B-vel és B egyenlő C-vel, akkor A is egyenlő C. Nem lehet, hát azt nem szokták mondani. Ugye már nem tudom, valami megakadályozza, vagy le van ragadva, valami, nem tudom. Lényeg az, hogy akkor itt tehát a szkíták elődei éltek, és azok települtek ki, és azok éltek békében több ezer éven keresztül. És akkor, amiután eltelt ez a 3000 év, találtam egy térképet, amin föltüntetik, hogy itt élnek a kimberek elődei, itt pedig a szkíták elődei. Tehát az a nép, amelyik innen kiáramlott, milliós nagyságrendben, ez itt az Urál,
ugye ez itt a Kászpitó, Araltó, az itt az egész eurázsiai síkságot benépesítette. És ugye akkor az egész a szkítáknak az erődje. Mégpedig egészen Koreáig, mint láttuk. Na most, ugye ide számításunk előtt 1900-ban vagyunk. 16 millió négyzetkilométeren vannak régészeti emlékek erről a kultúráról. Itt 300 évvel később, 1600-ban, Kína ekkora. Ez senkinek nem tűnt még föl. Csak nekem. Érdekes. Itt van, nem látszik, de itt van Ordos, Yellow River. Ordos körzete, ekkora. Nagyobb, mint Kína. Ordos körzet egyike a sok-sok Hun központnak. És csak az egyike, az Ordos körzete, nagyobb, mint Kína. A korabeli Kína. Mekkora ennek a területe? Nekiálltam bédicskélni, itt, itt meg is van adva a lépték. És akkor ebből ki lehet deríteni, hogy akkor ez hány száz kilométer, és akkor abból a felső korlátnak ki 160 ezer négyzetkilométer, és a Kárpát-medence fele. És mivel az előző képen lehetett látni, hogy itt a szkíták elődei 16 millió négyzetkilométerre laknak, tehát mekkora Kína területe a korabeli Szkítiához, vagy Magyarországhoz képest? 16 milliónak az egy tizede 1,6 millió. Annak az egy tizede 160 ezer. Tehát, hogyha egy tizedének az egy tizede, akkor az összesen egy százada. Tehát, hogyha a számításaink nem csalnak, Kína az egy százada volt a korabeli Magyarországnak. Milyen érdekes? Jó kimondani, nem? Kína egy százada Magyarországnak, nem? A Kína területe. És nem volt olyan régen, ugye 3600 éve. Ahhoz képest, hogy az emberiség 10 millió éves időtartamot legalább a magáénak tudhat, nem volt ez olyan régen. Nézzük meg a ló elterjedését. A ló elterjedéséről, ugye a Kárpát-medencében, és ugyanezen a körzeten, ugye még itt Észak-India is jelen van. Nézzük meg Szkítia régészeti térképet, ez is a 2000-es évek első évezredről. A Vekercugi kultúra, és végig ugyanez a körzet, 16 millió négyzetkilométeres területen. Nézzük meg a hunok lakó területét. Ugyanez a körzet. Kárpát-medence, Koreáig. Láthatjuk, hogy itt ugyanazon a területen laktak a szkíták, meg a hunok, ezek csak más nevek, más korokban, más neveket aggattak ugyanarra a népre, amelyik 2000 évvel ezelőtt ezek a főbb hun központokat jelöli meg, Csályi László Koppány, a Tündérek kihaló félben című. Sajnos a hunok is úgy tűnik, mint hogy kihaló félben lennének. De jelen voltak Észak-Indiáig fehér hunok, itt a Kászpitó, a mai Afganisztán területén, Kínában, sőt, Dél-Kínában is őshonosak voltak a hunok, ahogy azt sikerül kínai forrásokból kiderítenem. Tehát az egész tájon, az egész hatalmas tájon a hunok jelen vannak. Na most a régészetről tudtuk, hogy akkor a fémművészet onnan irányul. Most nem mehetek ebbe olyan részletesen, mert az idő rohan. De embertanilag, a magyarságnak a legfőbb embertani típusai, a turanid, akik a turáni alföldön élnek az Araltótól délre. A finnugor rokonság szerint mi az Araltótól 3000 kilométerre északra laktunk. De nem, ők az Araltótól délre. És onnan ered a magyar embertani típusoknak a 31,4%-a. Ez annyira fölháborító a finnugor elmélet számára, hogy ezzel egyetlen egy, de nagyon kívül súlyos büntetés szántak rá, teljes elhallgatás. De ez nyilvánvaló tény. És ezt senki nem tagadja. Nem tagadhatatlan. Turanid 31,4%. Pamíri, te jó ég, a Hindukus mellett van a Pamír-hegység. És a Pamír-hegység környékén uralkodó embertani típus a magyarságnak a második legnépesebb embertani típusát alkotja. Hogy lehet ez? Aztán van még keleti dinaroid is itt tovább. És a meghatározatlan 30%. Hogyha azt a meghatározatlant, ami minden lehet, azt levesszük, akkor a turáni típus, amihez hozzásoroljuk a turáni alföld, ott van a Pamír-hegység mellett, ha hozzásoroljuk a Pamirit is, akkor az 77%-nak jön ki. Tehát mi tulajdonképpen turáni pamírok vagyunk, pamíriak vagyunk, hogyha így vesszük. Hogy ezt az elnevezést elfogadjuk, de kérdésre el kellene fogadni, mert most, hogyha mi turáni és pamíri eredetűek lennénk, és ezt úgy vennénk, ugye, ahogy ma van, tehát hogy a mai, akkor nekünk azon a nyelven kellene beszélni, ahogy ma ott beszélnek, de mi nem azon a nyelven beszélünk, hanem magyarul.
Tehát mi a helyzet? Szerintem erre egy megoldás van, és az, amit itt láthattunk, hogy a szkíták elődei a Kárpát-medencéből áramlottak ki milliós nagyságrendben, és népesítették be az egész Eurázsiai síkságot. Tehát ők laktak ott, ahol a Turáni-alföld és a Pamír-hegység elterül. Ők adták a meghatározó embertani típusokat, tehát tulajdonképpen ezek az erdélyi, alföldi embertani típusok. Megfordul az egész viszonyítási alap. Nem keletről származunk, hanem igen, keletről származunk, de csak azért, mert akik keletről jöttek, azok visszajöttek, mi valójában a Kárpát-medencéből származunk, és innen a másodlagos őshazánk volt az Eurázsiai medence, az Eurázsiai síkság, és onnan jöttünk vissza. Tehát ezek az embertani adatok. Nézzük a nyelvek, a nyelvit. Az Urál-Altái, amiben sorolják a magyar nyelvet. Az egész Eurázsiai síkságon ugyanazt a, ott terül el az Urál-Altái nyelveknek a hazája. Hát érdekes. Akkor az embertani típus megvan. Akkor a régészet is azt mutatja, hogy ez az őshaza. A nyelvészet is azt mutatja, hogy ez az egész hatalmas táj. A nyelvészet őshazánk is, és ezek egybeesnek. Nem olyan könnyű nyelvet változtatni. És akkor nézzük a vallásokat. Van egy ilyen mondás. Amikor idejöttek a térítők, miénk volt a föld, és övék volt a Biblia. Majd megtanítottak bennünket csukott szemmel imádkozni, mire kinyitottuk a szemünket, övék volt a föld, és miénk a Biblia. De máshol is az európai történetírók is megírják. Először jött a térítés, majd miután megtértek a jámbor lelkel, kivetett a tizedbeszedés, és a romanizálás, a nyelvesztés, a kelták, a frankok, mint tudjuk, elvesztették, az őstörténelmüket minden népnek el kellett veszteni, a múltat végképp el kellett törölni feltétlenül. És ma már ezek a feudális társadalom rendkívül embertelen terhelyi, hogy két tizedet is kellett fizetniük, ma már elérhetetlen utópiának tűnnek, ugye? Mert hol vagyunk mi ettől a feudális viszonyoktól? Na most nézzük meg a természetvallásokat. A művallásokat azért találták ki, hogy az emberiséget kiforgassák önmagából, és a természet megbecsülését és tiszteletét ledarálják az emberiségről. Nézzük meg az időszámításuk előtt 600-ban, még ez a hatalmas terület, természetvallás, aláírás sámánizmus, vagyis a magyar ősvallás, salazaros, és ez kiterjed még Dél-Kelet-Ázsiának is egy részére. Kínában már jött egy újabb keletű vallás, Indiában már jött egy újabb keletű vallás, a Római Birodalomban újabb keletű vallás. Ugye, de egyébként még a természetvallás nyilván az lehetett az ősi, ami az egész földkeresére kiterjedt, amíg nem jöttek a csavarteszű új keletű vallások. Amik aztán 600 év alatt sikerült már ezt a területet is benépesíteni, jött a buddhizmus, meg ez, meg az. A természetvallás, sámánizmus már csökkent, de még mindig 800 évvel ezelőtt, 12. században, még mindig ugyanabban a területén volt, ahol Szkítia és magyarság és a hunok, Hunnia fönnállt. A vallás, a magyar vallás még mindig az egész Eurázsiában ott volt. És a vallást eltántorítani, hát az nem egy könnyű dolog. Sajnos azért úgy tűnik a Kárpát-medencében jó rész sikerült. Na most, mi az, amit a legnehezebb manipulálni? Az, a kommunizmus eldöntheti, hogy kérem szépen a magyarságot nem gyűlölni kell, ez nem lehet, azt nem lehet, mindenkinek pártagnak kell lenni, és itt. De az, hogy az anyuka mit énekeljen a kisbabájának, ugye nem tudott lenni minden pártitkár minden egyes anyánál, amikor énekelni akar este, hogy elaltassa a gyerekét, ugye? Az nehéz kitörölni. A népzenét, a bölcsődalokat, a gyerekdalokat nem lehet kitörölni. Tehát nincs az a szigorú hatalom, amelyik ezt meg tudja oldani. Tehát a népzenét a legnehezebb kiírtani talán. Még a vallásra áttérítés, az is a nagy vallási buzgalomba térítésbe előfordul, hogy beveszik, a sok nép beveszi jó hiszeműen. De a népdalokat nehéz. És van egy olyan vizsgálat, ami nem csak, hogy a népzene kutatás hihetetlen magasságokat ért el. Erről szeretnénk beszélni, csak már nem tudom, mennyi időt szánhatok rá, mennyi az idő? Már 4:48. Mert hihetetlen érdekes, hogyha nem veszem túlzottan igénybe a türelmet, akkor mondanám, mert van mondani valóm. Tehát most jön az, hogy a népzenekutatás elképen a 60-as évektől kiindulva Magyarországon elsősorban
olyan hihetetlen eredményeket érte, hogy az egész világon elkezdték követni, és a 2010-től kezdve most már szinte világszinten megindult egy olyan kutatás bontakozik ki, ami a népzenéknek a dallamkincsét feldolgozza számítógépesen, és a népzenéknek a dallamszerkezetét, típusait megállapítja, ezeknek a típusoknak az összefüggését, és ezeknek az egyik népnek a másik néppel való dallamtípus összefüggéseit, és ezeknek a szerkezetét, és olyan módon tudja vizsgálni számítógépes módszerekkel, amiben még arra is mód van, hogy azt megállapítsák, hogy melyik az átadó fél. Na most, nem csak, hogy ez egy hihetetlen vívmány, amiről be kell számolni, mert óriási jelentőségű eredmény, és pontosan azon a téren, ami a legkevésbé manipulálható, hanem ráadásul most a 2012-től kezdve újabb mérföldkő fedeztek föl, szintén magyar kutatók, mégpedig az, hogy a népzenekutatást össze lehet kapcsolni a genetikával, mert a genetikában ugyanolyan típusú matematikai módszerekkel dolgoznak, mint a népzenekutatásban, tehát ugyanazt a matematikai és statisztikai elemző módszert mind a két adathalmazra lehet alkalmazni, és akkor így ki lehet mutatni, hogy van-e kapcsolat a népzene, dallamtípus szerkezet, kapcsolatrendszer és a genetika között. Van-e kapcsolat? És kiderült, hogy van, nem is akármennyi, 82%. Ami azért érdekes, mert a genetikával rengeteget foglalkoznak, de hogy úgy mondjam, senki nem gondol, a józan ész elmegy a sóhivatalba, mert olyanokkal foglalkoznak, hogy mondjuk a magyarság képes volt-e a tejet megemészteni, vagy pedig időnként ugye kisebb-nagyobb emésztési rendellenességet léptek föl, mert nem voltunk a szervezetünkben nem voltak olyan baktériumok, vagy nem voltunk berendezkedve, hogy a teljes savat rendesen megemészjük. Nagyon fontos kérdés, bámulat, rendkívül fontos. De hogy úgy mondjam, a magyar önazonosság számára, annak a történelem számára nincsen perdöntő jelentősége, hogyha érthető, mit szeretnénk mondani. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a magyar népnek a múltjára vagyunk kíváncsiak, azt szeretném megérteni, mikor, hol élt a magyarság, mekkora övezetben, és melyik korban, és hol, milyen kulturális hatása volt, és milyen, hol volt jelen, hol tudott más népekre hatni, akkor az, hogy a teljes savat nagy mértékben, vagy egy kisebb mértékben emésztette, hát ez genetikailag adatnak adat, de a jelentőségét tekintve nem egyen értékű azzal, hogy a legértékesebb adat az, amikor a népzenekutatásra kapcsoljuk össze, mert azt a legnehezebb, abból kivel köztetni a legnehezebb az embert. Ezért tartom nagyon fontosnak a genetika és a népzenekutatás összekapcsolását. Érthető? Ez úgy gondolom, ez eldönti, ez perdöntő. Na most a népzenéről. Bartók Bélának az az eszméje, a népzenék az illető nép zenei ösztönének elemi erejű kifejezői. A pentaton zene egy természeti jelenség, természeti erő hajtja, az énekes madaraknál is jelen van. És egy olyan fajta pentaton népzene, ami a magyar népzenében megvan, ezt lehet vizsgálni, és ezt összehasonlító népzenei kutatásokkal ki lehet mutatni. Ez a népzene a városi kultúrától nem befolyásolt emberekben. A lélegzetem elállt, amikor ezt először olvastam. Az agyalágyítástól mentes emberekben. A városi kultúrától nem befolyásolt emberekben. Öntudatlanul működő természeti erő. Kozmikus erő. Isteni erő. Természeti erő. Átalakító, mondjuk úgy, alkotó munkájának az eredménye. Isteni erő alkotó munkájának az eredménye. Érthető? Ezt fedezte föl Bartók Béla. Csak ezt ugye... Még eddig nem bátorkodtak ezzel foglalkozni, mert Bartók Béla az emberiség egyik legnagyobb géniusza, az egész életének a központjában a népzenekutatás állt, hogy mit gondolt a népzenéről, eddig még nem érdekelt még senki. De hogyha érdekelt volna, nehéz lett volna, mert ez egy zseniális gondolat volt a részéről. A népzene tehát a természet tüneménye. Hát akkor nem művi, nem az embernek a kiagyalt, kikoholt, önkényesen, a saját tetszés szerint úgy, hogy semmi köze nincs a valósághoz, hát akkor nem olyan művi. Hát nem. Hanem a természetű, vagyis valóság. Mai formái, olyan környékek, öntudatlan, ösztönös alkotásának, az ösztönben ott van az Isten. Az isteni erő ösztönösen cselekszik, mert jelen van mindenhol.
ami természetes. És az ember természetes alapvetően, amíg a társadalom ki nem forgatja a lényéből. Azért, hogy utána kiforgatott lényéről lenyírja az adót meg a többit. Amelyek minden kulturális befolyástól mentesek. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szervezetei, virágok, állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan tökéletes a népzene. A tiszta zenei gondolat megtestesülése. Mondja Bartók, aki ugye a kortárs népzenének az egyik legmegbecsültebb személye. És a népzenét még magasabbra értékeli. 900 év elmúlt. Mi történt? 900 évig letaszították, leposkondiázták a népzenét. Kinek kell a parasztoknak a műveletlen, ugye, parasztzene? Mi az? És akkor jön Bartók, és azt mondja, a világ egyik legmegbecsültebb zenésze, azt mondja, az igazi népzene a parasztzene. Mekkora fordulat? Akkor itt nem arról van szó, hogy itt jöttek búvárok, akik elkezdtek búvárkodni, vagyis kik voltak ezek a búvárok? Kodály Zoltán és Bartók Béla. Nem megfoghatatlan valami, XY búvár. Kodály Zoltán és Bartók Béla mentek, mert ott volt, szimatot kaptak, hogy a népzene az egy természeti jelenség. Érthető? Hogy kezd összeállni a dolog. Valamit éreztek ösztönösen, még nem is tudták, nem is biztos, hogy értették. Mert milyen természeti erőről van szó, könyörgöm. Hát a természettudomány megmondja, hogy milyen természeti erők vannak benne, de ilyen természeti erőről nem tudunk, ami a népzenét szüli, akkor miről beszélünk? Bartók mégis neki volt igaza. És nem a modern természettudománynak. Mert az a természettudomány lassanként idejét múltá válik. Mert a világegyetemről kiderül az, hogy a világegyetem él. Nem csak élettelen anyagrakás, amit fizikai törvények mozgatnak titokzatos módon, mert a fizikai törvények is szellemi természetűek, nem anyagiak. Hogy tudnak a fizikai törvények tárgyakat mozgatni? Honnan tudják a tárgyak, hogyan engedelmeskedjenek a fizikai törvényeknek? Na, ezekkel nem foglalkoznak, ezek mély kérdések. A materialista az nem foglalkozik mély kérdésekkel, csak a banális kérdésekkel foglalkozik. Tedd ide, tedd oda. Itt van egy valami látható, meg ott van egy másik látható. Az összesen két látható. Tessék, na megvan a tudomány. De az, hogy megérteni valamit, mint egy ember, ugye az messze van már, a materializmus már régen túllépett az ilyeneken. A régi ember még, akiknek nem gyarmatosították az agyát, még mindent tudni szeretett volna, mindennek az okát tudni szerette volna. Mert még nem lökték le az életakaratot az agyáról. Még nem hazudták be neki, hogy nem érdemes tudni semmit, mert te ki vagy te? Senki. Neki még nem mondták ezt. Ő még akart élni. De még a róka is, amikor játszik valamivel. Még a róka is mindent tudni akar azokra a tárgyakra, amik a környezetében ott vannak. És addig nem nyugszik, amíg meg nem tudja. Modern ember mindenbe belenyugszik. Itt tudja, jött. Hátradől, kapcsolgatja a tévét. Nem érdekli semmi. Jön a chips, sör, a tévé. Ott a szellemi világháború magyarság ellen zajlik. Magyarságnak a átlagosan 3-5 órát néz egy magyar ember televíziót naponta. Miközben zajlik a lelki-szellemi világháború magyarság ellen, a magyarság bekapcsolja azt a televíziót, amit kereskedelmi magyarul üzleti célból működtet, a magyarság rovására üzletet húzó ugye, cég, és a magyarság ott a csatatér kellős közepén nézi, azt az információval árasztja, hogy még jöjjenek az ellen, még! Való világ. Tehát, ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szervezetei, a virágok és az állatok. Vagyis az élet törvénye fejeződik ki. Nem fizikai törvény, biológiai törvény. Az a törvény, amitől a világegyetem él. Vagyis kozmikus eredetű. Tehát a népzenének a forrása kozmikus eredetű. Bartóknak a népzene eszméjét én úgy tudtam értelmezni, és csak így tudtam értelmezni, hogy kozmikus összefüggésben tárult föl az igazi természettudományos dimenziója, alapja Bartók gondolatának. Kodály azt mondja, igen. Nézzük akkor tovább, hogy Kodály és Bartók elindították az összehasonlító népzenekutatást. A félhang nélküli pentatón jelen van Magyarországon, az úgynevezett orosz síkságon, mondjuk úgy földrajzi kifejezés az eurázsiai síkságon, Észak-Kínában. Tehát ugyanaz a térség, érthető? Ott van jelen a félhang nélküli pentatón.
Duja Siong, ugye a kínai Zenetudományi Intézetnek az a szervezető helyettese, azt mondja, rokon vonások a magyar és észak-kínai népzenek között. Leírja, hogy a kínai-magyar népzenek rokonság sokkal erősebb, nagyon erős, nagyon szoros, még a kínai-japánnál is sokkal erősebb. Ott élnek egymás szomszédságában. Az ember szinte azt alig tudja megkérdezni, most kínai vagy japán. És a kínainak a magyar népzenével sokkal erősebb összefüggése, mint a japánnal. Ugye, hogy lehet ez? És ezt kimutatja egy kínai zenetudós. És Juhász Zoltán kimutatta, hogy a magyar népzene őrzi a zenei ősnyelv legtöbb elemét. A magyar népzenek egyedülálló kapcsolatai vannak az eurázsiai földrész más népzeneivel. És ebben az egész eurázsiai népzenei világban a magyar népzene központi szerepet játszik, központi helyet foglal el. Egyértelműen kiderült, hogy a magyar népzene évezredek óta a Kárpát-medencéhez tartozik. Vagyis itt évezredek óta magyar népzenét énekelnek és játszanak. Évezredek óta. Nem Árpádék óta, hanem évezredek óta. A népzenék ősiségét megerősíti a nemrég beazenesült szkíta dallam is, amelynek közeli párhuzama is megtalálható. Na most nézzük a magyar népzene térképe. Igen, de most nézzük azt, hogy milyen csoportok vannak. Itt van a magyar népzene egy bizonyos térképen. Egy másik zenei csoport a kínai. Egy harmadik a török, itt van a bulgár, itt van az ír, skót, angol és a német. És látható, hogy ami nagyon szoros közelségben van, a magyar a kínaival. Ki gondolná, ugye, hogy a magyar a kínaival ilyen szoros közeli kapcsolat? Az már kiderült, hogy Japánnál sokkal közelebbi kapcsolatban van a kínai, de hogy a magyar részről is a kínai ennyire közel áll, ugye, ezt aki nem hisz a magyar hun rokonságban, már pedig ugye, a hivatalos történetírásnak az egyik dogmája, amit nem is szabad elgondolni sem, hogy a magyarok és a hunok azok rokonok vagy azonosak, ugye? Abból indulnak ki, hogy az nem lehet. Hogy aztán miért érdemes kiindulni valamiből, aminek nem vizsgáljuk meg, hogy igaz-e vagy nem, ez legyen az ő titkuk. De lényeg az, hogy egyértelmű, hogy itt a népzenekutatás, ami eléggé, hogy mondjam, történelmi előítéletektől mentes. Számítógépes vizsgálat, adatsor, igen. A bolgár találta a viszonylag a legtávolabb? Mert antropológiai kutatások szerint meg a bolgárokkal egész komoly genetikai azonosság. Igen, igen. Tehát itt a bolgárokkal elég nagy a távolság, miközben a bolgár történelem sok szálon nagyon szoros, legalábbis a 8.-9. századig rendkívül szoros kapcsolatban állt, csak aztán változott a helyzet, igen. Igen. Kínában rengeteg vonos hangszer van, de itt van a köreinkben egy zenész, a Krista, aki Csodaszarvasban is többféle ázsiai vonos hangszeren játszik, igaz? Krista, hogy? Igen, az Erhu például is egy kínai vonos hangszer. Rengeteg sok húros hangszer van Közép-Ázsiában, Kínában, sőt még Indiában is, úgyhogy és az érdekes, hogy az egész német népzenekincs, amennyire én ezt ismerem, úgy tudom, hogy 6000-nél nem sokkal több népdalt ismernek, míg a magyarban több mint 200 000 ismeretes, ami azért figyelme méltó. Igen? Én annyit szeretném, hogy a hun-magyar rokonság, hiszen 24-es hun törzszövetségben benne volt a magyar is, és a 24-es hun törzszövetség az hosszú idővel ezelőtt Kínát elfoglalt és egész a csendes óceánig hatolt, és több évszázadig ott éltek a hunok. Tehát ez a összehetett, sőt, hát az etruszkoknál is felelhető a magyar nyelvnek egy bizonyos része például. Persze, itt sok mindenről lehetne beszélni, most kérem, hogy engedjék meg, hogy megpróbáljuk eljutni a végéig, és akkor utána, ha lehet, inkább kérdéseket tegyenek fel először, és utána legyenek olyan észrevétek, amik kiegészítésnek számhatunk, mert először tisztázni kéne, ami itt elhangzott, és utána lehetne kiegészíteni. Köszönöm szépen. Na most akkor itt van szintén Juhász Zoltán munkásságából 33 népzenei kultúra kapcsolatrendszere. Itt van a magyar, itt van a szlovák, itt van a mongol, a román,
Itt van az andoki, vagyis Dél-Amerikából, igen, Kína, és ezt nem is tudom, most hirtelen nem kapcsolok, hogy mi ez a hol. Akkor itt van a Karacsáj, itt van az anatóliai, a Hanti, a szicíliai és a Dakota. Szintén az Észak-Amerikából, ugye Dakota. Úgyhogy hihetetlen, és ez nagy fejtörést okoz a népzenekutatóknak, hogy hogy a csodába, hogy úgy fejezzem ki magam, hogy a csodába van az, hogy az andoki népzen ennyire közel áll a magyar volt, és hogy a Dakota szintén itt van. És ez a két népzenecsoport, ez az ősi népzenének a legszorosabban tartozik a magjához. Tehát a zenei ősnyelvet tulajdonképpen ez a két népzenecsoport alkotja, és ezek azok, amik a legjobban eltávolodtak. Itt van a görög, a balkáni, a bulgár, ismét ugye a bulgár távolabbi, a kurd is, és itt van az ír, skót, angol, norvég, finn, morva, és ez egy lengyel, ez a német, francia, holland, és a luxemburgi, azt hiszem. Tehát ilyen csoportok. Na most az ősnyelv típusának az aránya, hogy melyik az, ami legközelebb áll, és az ősnyelvnek a legnagyobb részét adja, ebből kiemelkedően több mint a felét a magyar népzene adja. A zenei ősnyelvnek, az emberiség, amennyire ezek a népzenei kutatások képesek lefedni az emberiség zenei ősnyelvét, a mostanáig feldolgozott adatok pillanatnyi állása szerint a magyar áll a legközelebb és képviseli az emberiség zenei ősnyelvének a legnagyobb részét, több mint a felét. Nem biztos, hogy ez így van, mert lehetséges, hogy kiderül, hogy 200 év múlva már annyi adatot gyűjtenek, hogy ez a szám módosulni fog. Lehet, hogy ez marad, lehet, hogy módosul, de hogy ez nagyon megváltozzon, nem túl valószínű, bár ki tudja. Mindenesetre figyelme méltó, és nagyon sok minden arra utal, hogy bizony a magyar meghatározó, ja, és a világ népzenéjének, Eurázsia népzenéjének, épp úgy, mint ahogy amerikai népzenének. Ez egyébként egy külön érdekes dolog, de most abban inkább nem mennék bele. Tehát, és ami nagyon érdekes, hogy azt is sikerül kimutatni, hogy a kínai népzene és a magyar népzene kapcsolatában a magyarság volt az átadó fél. Mindez nem annyira rejtélyes, hogyha megfontoljuk, hogy 3600 évvel ezelőtt az akkor korabeli Magyarország 100-szor akkora volt, mint Kína. És nem csak az, hogy 100-szor akkora volt, mint Kína, hanem a műveltsége is magasabb szinten állt, nagyon sok feljegyzés, nagyon sok, minden bizonyítja ezt a régészeten kívül is. A műveltsége is magasabb szinten állt. A zenei műveltsége is magasabb szinten állt. Itt láthatunk egy-két adatot is erre vonatkozóan. Az eszmeisége, a zene felfogása, hogy a világegyetem törvényeiből fakad az igazi zene, és rendkívül erejű, ellenállhatatlanul lenyűgöző, mágikus erejű. Ugye ez a magyarság, a hunok zene hihetetlenül mély, az egész világot, az Orfeuszt és az ókori görögséget is lenyűgöző és meghatározó zenei eszmeiséget a magyarságnak tudhatjuk be. A görögöket ugyanúgy befolyás alá vonta, mint ahogy a kínaiakat, és ezek mint egy pici kis leány vállalata a magyar hatalmas szellemiség és lelkiségnek úgy játszottak egy kis viszonylag jelentéktelen szerepet a hatalmas magyar műveltség mellett. Történt mindez pár ezer évvel ezelőtt, és ezek az állapotok fönnálltak még mondjuk 1500 évvel ezelőtt, a hunok idejében ezek az állapotok még lényegében teljes mértékben fönnálltak. Hiszen akkor Attila korában Hunnia ugyanerre a területre kiterjedt. És amikor a Attila idejében a kelet-római birodalom és a nyugat-római birodalom egyaránt évtizedekig adófizetője volt a hunoknak, és ezen kívül pedig csak úgy mellékesen Perzsiát is előzönlötték, és Észak-Indiát is, ahol aztán szintén megvetették a lábukat. És szintén több száz évig ott meghatározó tényezők voltak. És egyébként a szaka időszámítást is, ugye az indiai szkíták adták Indiának. Tehát itt egy hihetetlen magas műveltségről van szó, amelyik népesség számarányában, műveltség területének és az időbeli múltjának tekintetében egyaránt felülmúlja messze az összes többit.
és mindez úgy tűnik nem véletlen, hanem összefügg azokkal a természetföldrajzi tényezőkkel, amikre szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy a Kárpát-medence valahogy a természet különös akaratából rendkívül kedvező életfeltételeket kínál, sokkal kedvezőbbeket, mint azok, amiket manapság annak tartanak, hogy azok a legkedvezőbbek. Azoknál sokkal kedvezőbbek. Ugye, na most akkor a négyzene, a zenekultúra kapcsolatrendszerből kiderül, hogy 82%-ban genetikailag is alá van támasztva. És hogy a Kárpát-medence volgavidéki anatóliai karacsály, a karacsályok azok a Kaukázusban élnek, és a balkárokkal együtt, és csodaszarvas mondát énekelnek. Az Anatóliában ott éltek a kimmerek, vagyis a nyugati szkíták, és a szkíták szintén, ott van Szkítopolis, ugye Anatóliában, és a törökök élnek ott manapság. A Volgavidéken azt láttuk, hogy több ezer éven keresztül egy magyar központ volt, tehát nem véletlen, hogy ezek ennek a történeti tényeknek a fényében, amiket most itt először hallottok, egy összefüggésben, mert ezek nem szerepelnek Juhász Zoltánnál sem, hiszen ő a népzenekutatással foglalkozik, de ez az a történelmi háttér, ahol hirtelen még a nyelvészeti téren is, ugye az ural-altái nyelvekre gondolunk vissza, még a természetvallások szintjén is, hirtelen minden összevág, egybevág, és visszautasíthatatlan, mert az, hogy, ez, hogy a nyelv, a népzene, a genetika, az embertan, és a néphagyományok, és a régészet, és a történelem, ez mind egybevág. És mind ugyanezt a területet rajzolja ki. A Kárpát-medencét, és a Kárpát-medence, hogy mondjam, másodlagos őshazáját, az Eurázsia síkságot, ez sokszoros, sok lábon álló, egymástól független tudományágakkal bizonyított tény, tehát ez nem fog megváltozni a szerint, hogy most honnan fúj a szél. Igen, tehát igen, történetesen úgy alakult, hogy az életemben, hogy amikor 5-10 évesen, 10 évesen előfordult velem nem egyszer az, hogy a zene rendkívüli hatással volt rám. Édesapámtól sok mindent hallottam a magyarság ősmúltjáról is, és voltak például olyan esetek, hogy, vagy volt egy olyan eset, amikor elkezdtünk a gimnázium osztálytársaimmal zenélni, és leültünk oda, hogy különböző avantgárd zenét elkezdünk játszani, és akkor mindenféle hangszeren csörömpöltünk, ami egy idő múlva rendkívül kínossá kezdett fajulni, unalmassá és felszínessé, és egyszerűen én meg gondoltam, hogy nyilván van valami érdekes, mert úgy éreztem, hogy milyen érdekes dolog is zenélni, meg kísérletezni. És próbáltam valamit megmozdítani ott belül, hogy hátha, és akkor próbáltam énekelni valami, ami hirtelen eszembe jutott, az se vezetett semmire. Akkor megint megpróbáltam valamit, az se. Megint megpróbáltam valamit, az se. Úgyhogy tulajdonképpen ugyanúgy, mint a többieknek, senkinek nem volt egy épkézláb ötlete, amivel elindul valami színfoltot csempészhetnénk a két óra hosszára rúgó zenei kísérletezésben, azon kívül, hogy kínosan vigyorogtunk egymásra, és egyszer csak azonban fölemelkedtem, mert éppen ültem, és valami laborban volt egy pingponglabda, és azt kocogtattam nagy elmésen, hogy milyen érdekes hangokat ad ki. És akkor egyszer csak fölemelkedtem, és elkezdtem rohanni, akkor már nem voltam teljesen magamnál, és neki rohantam ott az egyik szekrénynek, mint később kiderült, és az annak az ajtaján elkezdtem tiszterőbe dobolni, és addig, amíg teljesen fölfokozott benne, mint hogyha valamilyen forgószél elkapott volna, és akkor egyszer csak, amikor teljesen megszűnt a számomra a külvilág, és csak a belső világ teljes teljhatalomra jutott, akkor kitört belőlem egy ének. És elkezdtem énekelni valamit, de akkor már úgy se az emlékező képességem, se egyéb szokásos tér és időérzékelő képességem egyáltalán nem működött, hanem csak a zene világában éltem, teljes mértékben, szabadon. És amikor aztán, és akkor énekeltem egy jó darabig, és aztán egy idő múlva tiszta torokból, teljes erőből, csak egy idő múlva visszatértem a többiekhez, vagyis a szobába, illetve a tudatállapotom lassanként visszalaposodott, hogy úgy mondjam. És akkor megláttam a többieket, és láttam, hogy mindenki hüledezve néz, és akkor mondták, hogy Attila, nem tudtuk, hogy egy műezin lakik benned.
És akkor én is csodálkoztam, milyen műezéről beszéltek, és mondták, hogy hallgass meg a felvételt, ugye, mert úgy gondoltuk, hogy mi rendkívül teljeségesek, az egészet fölvettük a két órát. És akkor így ez is véletlenül fölvevődött, és akkor meghallgattam, és tényleg olyan volt, mint egy ilyen keleti fohász. És nem tudtam, hogy nekem mi közöm van hozzá, hiszen én azon a népzenei kultúrán nőttem föl, amit az iskolában hallottam, a rádióban hallottam, és nem tudtam hova tenni azt, ami belőlem kitört. És akkor volt egy párszor még ehhez hasonló élmény, illetve egyre többször, és úgy, hogy amikor aztán végül megalakult a VHK zenekar, és ott aztán szabad terepet kaptak az ilyen elemérejű zenei kirohanások, amikor ezt a belső ösztön szabadjára tudtam engedni, és gyakran, ugye szinte teljesen egy másik tudatállapotba kerültem, akkor kérdezték, egy 1982-ben kérdezték, hogy de hát milyen zenét játszatok, most lesz egy nagy sajtótájékoztató, sok-sok újságíró fog eljönni, valamit mondjál rá, hogy milyen zenét játszatok. Én nekem persze fogalmam sem volt, hogy milyen zenét játszunk, mert ösztönösen jött az egész. Csak akkor elkezdtem keresgélni a könyvek között, és akkor bukantam rá, így Bartók Bélának a meghatározására, és akkor érthető, hogy miután ilyen tapasztalatokkal rendelkeztem, és semmiféle meghatározás a zenére nem volt alkalmas, mert az, ami velem történt, az teljesen más volt. És amikor elolvastam, hogy egy minden külső befolyástól mentesen született, na hát, tehát ez a műezin zene, ugye az tényleg minden, én soha nem hallottam addig műezin zenét, de ez tényleg minden külső befolyástól. Annyira, hogy évekig nem tudtam hova tenni, és még igazán megbarátkozni se tudtam vele. Csak amikor ezek az ilyen zenék összeadódtak, akkor kezdtem sejteni, hogy itt valami ilyen keletiesnek tűnő, de valójában magyar népzenéről van szó, ami annyira ősi, hogy itt az iskolában nem kiszorult az iskolai oktatásból. És akkor, hogy minden külső befolyástól mentesen születik. Hogy egy elemi erő hajtja, egy természeti erő. És hogy mi volt a minden külső befolyástól mentesen, egy megtisztult tudatállapotban születik, és egy természeti erő hajtja. Mind a három teljesen 100%-osan talált. És akkor úgy éreztem, és azóta is úgy érzem, és úgy gondolom, hogy akkor ennek köze van ahhoz a népzenéhez, amit Bartók Béla, ahogy elgondolta a népzenét, és úgy érzem, hogy ez engem megerősített abban, hogy azt, amit addig ösztönösen sejtettem, és ösztönösen éreztem, hogy ebben van valami olyasmi, amit Bartók Béla az igazi őserejű, elemi erejű népzenének nevezett, tehát, hogy létezik ilyesmi. És akkor én is elkezdtem foglalkozni azzal, hogy tudatosan is gyűjtsem ezeket a népzenéket, amik ebben a hatalmas eurázsiai térségben fönnállnak. Történetesen éppen egy olyan édesapától születtem, aki történetesen éppen ezzel a korral foglalkozott, az őstörténelemmel, a magyar őstörténelemmel. Úgyhogy talán az se teljesen véletlen. A régi ember még tudta, hogy semmi sem véletlen, csak a modern, mindentől megfosztott agyú ember, aki könnyű gyökértelenítve és minden tudástól megfosztva, ugye könnyű manipulálni, csak a modern, minden tudástól megfosztott modern ember gondolja azt, hogy véletlenül vannak a brutális tények egymás mellett, oda haigálva. Amit az orr előtt mozgatnak, az van, más nincs. Nem így. A régi ember tudta, hogy semmi sincs véletlenül, mert mindent áthat az élet, egy kozmikus értelem, és én is úgy gondolom, hogy ez az életemben is így van, ahogy mindenkinek az életében. Tehát az, hogy mindig ezzel a tájjal foglalkoztam, ez se véletlen. És talán az sem, hogy rábukantam a mai Kína területén fönnmaradt olyan vágtázó dallamra, ami a Rákóczi indulónak a meghatározó dallamát tartalmazza, ráadásul még vágtázó módon, mint ahogy az ismeretes, ugye, mint ahogy nálunk fönnmaradt. És pedig azt mondják, hogy a Rákóczi induló az nálunk, ugye a német eredetű, vagy... Hogy is szokták ezt mondani a Rákóczi indulóra? Hogy melyik német zeneszerző, nem egy német zeneszerzőre szokták mondani, hogy az ő hatására született, vagy valami ilyesmi. Tudom, aki Lisztnek a kortársa volt. Van B betűvel kezdődik, azt hiszem. Na mindegy. Berlioz. Azt hiszem Berliozra fogják, igen. Tehát, hogyha Kínában létezik a Rákóczi indulónak egy párja, ami vágtázó ritmusú, akkor ugye elgondolkodható, hogy vajon, akkor itt nem arról van szó, hogy ez egy ősi eredetű. És azóta, 2005 óta létezik a Vágtázós Odaszarvas zenekar, ahol az ilyen típusú zenékkel foglalkozunk. Olyan
mágikus, őserejű népzenével, ami tulajdonképpen annak a szellemi mozgalomnak az újjászületése, ami a romantikában elkezdődött, ami a lángoló életörömnek és az élet teljes szabadságára formál igényt, és amire szerintem az emberiségnek mindig szüksége lesz, és minél jobban folytogatják, annál jobban szükségünk lesz rá, hogy merjünk igazán élni, és merjünk igazán érezni, és ehhez szükségünk van arra, hogy bekapcsolódjunk azokba az érzésforrásokba, amit az ősi népzene őriz magában. És én hihetetlen frissességet találok azokban az ősi Eurázsiában, magyarságban és a magyar hun, szkíta és az eurázsiai népek népzenéjében. Olyan frissességet, életelevenséget találok, amit a nyugati angolszász és egyéb népzenékben még hírből sem hallok. Egy új világ nyílt meg előttem, amivel évtizedek óta foglalkozom, és így aztán többször előfordult olyan eset, hogy ami ilyen teljesen ösztönösen született zenéket, aztán a közönség elkezdte mondani, hogy ezek ilyen sámánisztikus zenék. És akkor végül is egyszer jött hozzám valaki Szibériából, és akkor azt mondta, hogy úgy hallotta, hogy mi sámánisztikus népzenét játszunk, vagy zenét játszunk, és akkor mutassak neki valamit. És volt egy olyan zene, amit éppen úgy álmodtam, álmomban fél ötkor ébredtem föl, arra, hogy 12 férfi társammal táncolunk együtt, összesen 12-en, egymás vállát fogva, egy tűz körül, és közben az egyikünk így mondja előre a szöveget, haj, daj, 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 és utána a 12-en, haj, daj, 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 és akkor úgy táncolunk, és így körbe, körbe, és közben nézzük a tüzet, és arra irányult az álmomban a tevékenységünk, hogy a lángnyelvek közül fölcsapjon egy tűzmanó, és az ránk nevessen. És hogyha ránk nevetett, ami háromszor is előfordult, amikor nagyon jó kedvűek voltunk, és nagyon jól együtt énekeltünk, és nagyon jól adtuk el a nagy vidámsággal, akkor megjelent a tűzben egy olyan lánynyelveske, ami kimutatta, hogy itt vagyok, élek, ragyogok, és ránk nevetett. Háromszor is. És akkor nagyon boldogok. Majd szétvetett az öröm bennünket. És a harmadiknál már szinte kirobbant be, és azt föl is ébredtem a nagy örömre, mert annyira fölvillanyozott. És még a fülembe volt az egész. És mivel úgy álmodtam, hogy ez 3000 évvel ezelőtt volt Közép-Ázsiában, ezért amikor jött hozzám valaki, aki azt mondta, hogy ő a szakáktól jön, a jakutoktól, az oroszok jakutoknak nevezik ők magukat saját nevükön, szakanépnek nevezik, de természetesen ők tanulták az iskolában, hogy nem azok a szakák, akik az kítáknak az egyik válfaja. Jól mondom, mi is tanultuk, hogy mi se azok a magyarok vagyunk, akik az kítáknak az egyik válfaja. Mi is azt tanultuk az iskolában. És akkor mondta, hogy hát akkor mutassa nekem, és akkor megmutattam neki ezt a zenét, amit én megkértem a zenekar tagjait, a VHK-nak a tagjait, hogy akkor, amit én így elmondok, hogy aj, daj, 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 egy szöveggel, hogy azt mondja mindenki, mondják utánam, úgy, ahogy álmomba volt. De ők nem akarták, azt mondják, hogy ők nem énekesek, ők hangszeresek, és ők nem fogják. De azért mégis sikerült annyit elérni, mert nagyon fontos volt a számomra, hogy legalább egy-két sort mindenki mondjon el. Ha már nem mondják mindig utána, úgy, ahogy álmomba volt. És akkor legalább egyszer elmondták a két sort. És akkor utána, amikor kérte tőlem ezt a Misa Malcev, aki most a BBC rádiónak a stúdiója, a stúdiában dolgozik, és kérte tőlem, mutass nekem, megmutattam neki ezt. És amikor meghallgatta, véghallgatta, falfehér lett, és utána odaadott nekem egy olyan dupla lemezt, amin a saját népzenéjüket játsszák, és azt mondta, hogy majd akkor hallgassam meg, hogyha majd egyedül leszek. És akkor meghallgattam, és annak a második lemeznek, azt hiszem az első száma a B oldalon, az pont egy olyan számot, ami 95%-ban megegyezik ezzel, amit én álmomban úgy álmodtam, hogy Közép-Ázsiában történt 3000 évvel ezelőtt. És akkor megértettem, hogy miért csápadt el annyira, mert és azt mondta nekem, én nagyon megilletődve, hogy ezek nekik egy ilyen ősrégi szent zenéik, és ezt ilyen fiatal srácok és lányok játszották el, és hogy a szüleik ezt megtiltották nekik, mert ezek olyan régi őshagyományokon alapulnak, amik szentek, és ezeket igazából csak azokon az ünnepeken, amik kifejezetten az istenekhez
fohászkodás alkalmával lehetett előadni megfelelő keretek között, a néphagyomány keretek között, és nem pedig olyan célból, hogy most valaki fölvegye egy lemezre. Úgyhogy erre megorroltak a szülőknek egy jó része, és akkor hogy az a kérdés, hogy hogyan jutott el hozzám, vagy én hogyan fértem hozzá ahhoz a zenéhez, ami sok ezer kilométerre, hogy az Urától még keletre, egy népnek az ősi népzenéje. Az hogyan jutott el a 1990-es években a Kárpát-medencébe, azt én hogyan fértem hozzá. És volt olyan ismerősöm, aki általában mindig szkeptikusan nyilatkozott, bármit mondtam, szinte mindegy volt, hogy mit mondtam, és amikor mondtam, hogy na most akkor ezt hallgass meg, légy szíves, ez szerinted nem hasonlít ez a kettő egymáshoz, ugye, mert azért csak az emberben van egy kis bizonytalanság, hogy hát most hogy lehet ilyet mondani, hogy ez a két zene ugyanaz. De hát nagyon hasonlóan tűnik, na most akkor itt nagyon szkeptikus barátom, na majd akkor őt megkérdezem. És ha meghallgattam, és azt mondta, nagy meglepte, azt mondta, hát igen, ez tényleg hasonlít. Na mondom, akkor jó, akkor most már innentől kezdve, akkor nyugodt lelkismerettel lehet az az érzésem, ugye, hogy ezek tényleg összefüggnek. És azóta többször másszor is előfordult, és van például az Aláírhatatlan történet című számnak, megtaláltam a párját, a Sirin Sirin címmel. A Zenetudományi Intézetnek a könyvtárában hallgattam egy közép-ázsiai, afganisztániai, az UNESCO-nak egy gyűjtését, és azon van egy olyan szám, aminek Sirin Sirin ez a címe. Addig mindegyik olyan, amit hallgattam, olyan érdektelen volt és unalmas. És amikor ezt meghallottam, megint olyan volt, mint hogyha van villám csapott volna belém, és szinte egy az egyben az Aláírhatatlan történet című számunknak, a VLK számnak két motivuma egyszerre pontosan ugyanúgy van, jelenik meg, ahogy ott. Na most, és vannak még ilyen esetek. Hogy lehetséges ez? Hogyan létezik valami olyan valóság, ami egy olyan nagy könyv, a természetnek egy nagy könyve, amihez bármikor be lehet pillantani. Végül is azok a valakik, akik ezt szerezték, tegyük fel, hogy én csak hozzájutottam már egy létezőhöz. De azok a szakák, akik ezt először meghallották, vagy azok a Afganisztánban, akik élték, és kik voltak, rá van írva az UNESCO lemezre, hogy kik játsszák ezt, és oda van írva, hogy háromféle nép él Afganisztánban, az egyik a Pashtu, a másiknak nem emlékszem a nevére, és a harmadikon nagyon meglepődtem, mert ezek játsszák azt a számot is, és ez a népcsoportot ezt úgy hívják, hogy Heráti Kádis Hunok. És én nem tudtam, hogy Afganisztánban Heráti Kádis Hunok élnek. És az, hogy akkor ezek szerint nekem közöm van a Heráti Kádis Hunokhoz, na most akkor tegyük hozzá, hogy ez a Jakut srác, a Misa, hogy ő a szakanékből származik, ami pedig ténylegesen a történelmi tények és az egyéb tényeknek, amikről beszéltem, akkor tehát ténylegesen a magyarságnak a része. Tehát úgy tűnik, hogy van a magyarságnak egy közösségi emlékezete, amiben mindenki bele tartozik, és akiben van egy kis fogékonyság, vagy jó érzés, vagy kíváncsiság a magyarság irán, lelki élete irán, az képes fogni ezt az adást, és akkor valahogy ugye ezt le lehet hozni a nagykönyvből, hogy úgy mondjam. Tehát ez tulajdonképpen hozzáférhető bárki számára. Honnan vette annak idején a magyarság, amikor először valaki kitalálta? Kicsit olyan kérdés, mint az, hogy a háromszögszögének az összege 180 fok, az kitalálta ki. Ugye az nem kitalálta valaki, hanem az úgy van, az csak újra felfedezett. Tehát a valóságban megtörtént, most ez is egy nagy vita a matematikában, most ez a, hogy a matematika valóságban létezik, vagy csak az emberi fejekben. Ugye meg a 2000 év alatt még nem sikerült az emberiségnek ezt ezt megérteni. De úgy gondolom, hogy a szellemi az akadályozza valami, pedig az, hogy a szellemi valóságot elfogadjuk, hogy az létezik. Én elfogadom, mert tudom, hogy van nem csak gondolat valóság, hanem érzés valóság is létezik. És az az érzés valóság az alapvető, és ebből az érzés valóságból nő ki a gondolat természetes körülmények között, hogyha nem akarjuk megerőszakolni. Na most, ugye ezeket a zenéket most sajnos nem tudom lejátszani. Lényeg az, hogy tehát akkor Bartóknak valóban az a természeti erő, ami magától működik, elemi erő, zenei alkoterő, ez valóban az életerő, a kozmikus életerő, amitől az egész világegyetem él, ami az egész világegyetemet megteremtette, létrehozta, ami a világegyetemet élteti. Tehát ez az alkoterő, ez az a biológiai erő, ami az életet, az egész világegyetem életét áthatja. Na most, a 20. század miután akkor így most fényderült valahogy arra, hogy a felvilágosodás bukásától kezdve a romantika
Ma föltámadt az igény a lángoló erejű életérzésre, az élet teljes átélésére. És mind a mai napig nem ült el a romantika iránt, még most is óriási az igény. Mert iszonyú erős a lefolytottság. És azóta ugye Bartóknak és Kodálynak a munkássága során látjuk, hogy Juhász Zoltánék tovább folytatják. Egyre jobban, egyre több fény derül arra, hogy a népzene, a magyar népzene milyen hihetetlenül jelentős. A magyar népzene újjászületőben van. De ezektől függetlenül is újjászületőben van. Mert nem csak az, hogy Bartók és Kodály miért találták én. Mi indította őket erre? Egy természetes érdeklődés, amit a természettől kaptak. Tehát aki irányítja a szálakat és fonja a szálakat, az a természet. A természet mondta az Bartók Bélának, hogy figyelj, ez izgalmas lesz a számodra, kövess ezt a vonalat, mert az az életek legnagyobb kiteljesedése. És Bartóknak volt érzéke és fogékonysága ahhoz, hogy azt a fonalat kövesse, amire született. És mi mindannyian magyarok arra születtünk, hogy ilyen fonalat kövessünk. És minden embernek megvan az a fonal, amit a természettől kapott, mert alapvetően természeti lények vagyunk. Na most a 20. századtól kezdve még ezen kívül még érdekes jelenségek sorra mutatja, hogy a magyar népzene újjászületőben van. Mert ott van például a táncház mozgalom, ami a magyarságnál szinte egyedülálló módon hihetetlen jelentőségre tett szert. És világszerte feltűnést keltett. És ott van az a rockzenének a 60-as években tapasztalt kirobbanás, ami abban az időben, már ma ez nem látszik, de abban az időben, a 60-as években bizony volt abban egy olyan felemelő erő, amikor úgy érezte nagyon sok ember a világon, hogy itt az emberiség történelmében egy fordulópontra érkeztünk, amikor a nagyszerű lelki erők fölülkerekednek és legyőzik a sok hitvánságot, ugye, ami elárasztja a világot. Nagyon sokan így gondolták. Volt valami ebben egy alulról jövő indítatás is volt abban a rockzenében, ami sajnos az üzleti élet rátelepedett olyan mértékben, hogy szinte minden hitelét elvesztette mára, de utána jött egy újabb irányzat, szintén alulról jövő, mindig az alulról, úgynevezett alulról jövő, mert valójában a természet nem alul van, a természet van felül. De a modern világban ugye ott van a földi hatalmasság, a szám, ő van, magát oda teszi legfelülre. Hol van az összes többi minden? Alul. Ugye, mert ott van mondjuk az egyik nagy hatalmasság, a másik nagy gazdag ember, és azt hiszi, hogy az egész világ, a természet, a világegyetem, a csillagvilág, az mind alatta van. Nagy tévedés. Tehát a természetből fakad igazából az igazi nagyszerű kezdeményezések mindig onnan fakadnak. Mert a természet többet tud, mint amit az embernek a szűk agya képes fölfogni. Ezért van szükség a lélekre. Hogy a lélekkel teljesebben, összesebben át kell, hogy adjuk magunkat a valóságnak, a természet lelkiségének. És ebben az önátadásban, ugye, amiben ott kell, hogy legyen egy olyan ízlés, egy olyan érzékelés, hogy a nemesnek, a fölemelőnek adjuk át magunkat. Ebben ott rejlik egy olyan emberség, ami igazából előbbre viszi az emberiséget. És egy ilyen természetből eredő, a mai világban föld alól eredő, a világzene előtérbe kerülése újabb jelensége annak, hogy a népzene újjászületőben van. És úgy gondolom, hogy a VHK-ban és a Vágtázó Csodaszarvasban is a magyar népzene forradalmi erejű újjászületéséről van szó. Egy olyan jelenségről, ami világszerte feltűnést keltett, ami Magyarországon is feltűnést keltett, ami természetesen nem néztek jó szemmel a hivatalos felső földi hatalmasságok. Be is voltunk tiltva 11 évig ugye a VHK-val, és úgy, ahogy itt a felvezetőben is elhangzott, hogy Svihák néven, meg egyéb neveken kellett felépni. Végül is aztán, amikor Svihák néven kint voltak a plakátok, és már úgy tűnt, hogy 10 perc múlva kezdjük a koncertet, már a technikai beállás is megtörtént, akkor megjelentek a rendőrök, és akkor hirtelen ki kellett jelenteni, hogy sajnos technikai okok miatt elmarad a koncert. Úgyhogy sajnos még a Svihák név sem volt elegendő. De azért mégis tudtunk sok helyen fölépni, mert ki tudtuk őket játszani. Erről ez szinte egy sport volt, hogy hogyan tudjuk kijátszani őket, és természetesen azért álltuk a sarat is, hogy sokat játszottunk. Na, tehát a magyar népzene történetében egy új fejezet kezdődött. És ez még a köztudat nem érzékeli, de a valóságban már ott van. A kereskedelmi rádiók, mitől kereskedelmiek? Hogy üzleti célúak, hogy gyarmatosítják az agyunkat, a lelkünket, és ebből üzleti hasznot húznak. Na most, ezek persze nem játsszák az ilyen zenét.
Bartók és Kodály nem volt elég ahhoz, hogy a világszerte elismert Kodály módszert Magyarországon ugye érvénybe hozzák, és hogy bevezessék és föntartsák. Pedig ennek az a lényege, hogy naponta életvitelszerűen legalább egy óra hosszá gyakorlatban el kell merülni a népzenének a lelki világában, az őseink érzésvilágában. És lehetőleg az ős rétegében, mert minél mélyebb múltra tekintünk vissza, annál tisztább, annál erősebb a történelem, és azt mutatja, ugye, hogy legalább 1500 évre vissza kell menni, és akkor már fölragyog a hunoknak a fénye és a szkíták fénye, és igazából ezek a hunok és a szkíták is mind magyar eredetűek és kárpát-medence eredetűek. A zene egy olyan bűvös erő, ami az életünknek nem csak hogy a csúcsélménye, hanem értelmet ad a lelki megfelelés érzését. Úgyhogy a Vágtázat Csodaszarvasnak az első lemeze nem csak hogy aranylemez lett, hanem platina lemez lett, és erről azt írták, hogy ezután alig ha akad más olyan muzsika, amelyen ennyire hatásosan győzhetnénk meg nemzeti múltunk, örökségünk, hatalmas, máigható erejéről a honfitársainkat és akár az egész világot, mint a Vágtázat Csodaszarva zenéje. Vagyis ezzel lehet a legjobban az egész világot meggyőzni a magyar népzene életerejéről. Tehát, ugye aki ezt megérti, az tudja, hogy nem fognak bennünket oda küldeni, hogy mi képviseljük a magyarságot, mert akkor ugye már megváltozik a magyarság értékelése. De ennek ez az igazi jelentősége. Tehetünk valamit a magyarságért, hogyha megbecsüljük az ilyen zenéket, és egyáltalán a Kodály és Bartók szellemiségét, és azt a népzenét, amit ők fontosnak tartottak. Érdekes, hogy a Végtelen Ázsia című CD-nkről azt írták, hogy ez a magyar egyetemes kultúra egyik igen fontos alkotása, méltó tisztelgés Bartók Béla és Kodály Zoltán szelleme előtt. Itt van a Végtelen Ázsia borítója. Itt a Csillaglovaglás a harmadik lemezünk. Ebből műfajilag besorolhatatlan, mert ösztönös muzsikájukból korlátok nélküli szabadság és önfelszabadítás árad. De nézzük meg, mit írtak a romantikáról. Lángoló életöröm, szabadság, a nemzeti múlt felfedezése. Mit írtak a VHK-ról? A New York Times azt írta, a VHK zenéje telített felvillanyozó szenvedéllyel. A Melody Maker azt írta, a VHK zenéje hipnotizáló. Aztán azt írták, hogy a legjobb shaman punk zenekar, ami minden idők legjobb shaman punk zenekara. A legújabb lemezünkről azt írták a Jordan Mamone, a világ egyik legnevesebb zenei újságíró, hogy ez a világ legjobb zenéje abban az évben, amikor ez megjelent. Most lesz az idén a VHK 40 éves jubileumi koncertje, különleges vendégekkel, június 5-én a Budapesten a Barba Negra Tekben. Már itt van az újjáalakult VHK, a 9 éves szünet után újjáalakult a VHK, Vágtázó Életerő néven, amit most már ismét VHK néven játszunk. És ez a Forgószél című lemezünkön, hát van egy pár rendkívüli csodálatos szám. Itt van a világ legjobb lemezének nevezett Veled Harapta Csillagot című lemezünk, ami 2012-ben jelent meg. Aztán ennek az egésznek a szellemi-lelki alapját az Élővilág Egyetem könyvében fogalmaztam meg így gondolatilag, amit úgy gondolom, hogy ez történelmi jelentőségű, mert ez az első lényegében teljes világkép, ami tudományosan megalapozott, és mivel minden világból van, minden a természetből van, ezért az, hogy a világegyetemről milyen képet alkotunk, az mindent meghatároz. Ez a szerves művészség alapkönyve is, ahogy mondják, akik ezzel foglalkoznak, és megegyezik az ősi magyar világképpel, az egy külön jelentősége, mert a test, lélek, szellem az megfelel a fizika, biológia, pszichológia tudományok egységének, az élet, a tudat és a test tudománya egy egyetlen egységet alkot, a világegyetemet. Mitől egy? A lélektől egy ez a három, és így rajzolódik ki a kettős kereszt, amit a Király Mágusok Ősnépe című könyvben a nemzeti jelképeink eredeti jelentése is föltárul ezzel kapcsolatban, hogy mit jelent a kettős kereszt, és hogy függ össze a világegyetem lényegének a jelképi ábrázolásával. Itt van az Élő Világegyetem könyv, különleges kedvezménnyel lehet most kapni, és ez az ember és mindenség alapvető kapcsolatáról szól a királyi mágusokról, akik a történelem kulcsszereplői, szintén rendkívül kedvezményesen lehet hozzáférni. Itt van a Történelmünk Központi Titkai, ami édesapámnak az egyik főműve, ami szerint a magyar történelem két olyan korszakra osztatom, még soha nem merült föl.
Az egyik a magyar irányítású magyar történelem, a másik az idegen irányítású magyar történelem, és a kettő közötti válasz forduló pont Géza király alatt 972-ben történt meg a Quedlinburgi szerződéssel. És hogy milyen volt a szabad magyar irányítású magyar társadalom, ez annyira elképesztő és olyan hihetetlen csodálatos, hogy ez valami rendkívüli élmény ezzel megismerkedni, és több nagy fejezetben, a magyar ősvallás történelmi alapjai három hatalmas fejezetben történelmi tények tükrében mutatja be, hogy a magyar ősvallás egyedülálló és páratlan teljesítmény. Itt van a Történelmi Központi titkai. Aztán itt van az Attila és a Hunok című legendás könyv, amiben Aradi Éva, a neves indológus azt írta, hogy ezt ötször kellett újra olvasnia, mert annyira izgalmas és annyira sűrű tudást tartalmaz, hogy szinte lehetetlené teszi a könyv letevését. A mágikus hun magyar világképnek a feltárása is benne van. Itt van az Aranykincsek hultak a Hargitára, ami egy magyar őskrónikának az ismertetése és a magyarság eredet mondájának a megfejtése, a csodaszarvas mondának az eredeti jelentése, amiben kifejeződik azt, hogy több tízezer éve különböző változatait őrzi a magyarságot csodaszarvas mondának, és a csodaszarvas monda arról szól, hogy vissza kell jönnünk a Kárpát-medencébe. Vagyis több tízezer éve rendelkezünk magyarság érzéssel. Egy olyan érzés, amit úgy neveznek, hogy magyar hazaszeretet. Az őseinkben volt ilyen. És ezt a modern időkben nagyon sokan elvitettek, és pre-magyarnak neveznek mindenkit, aki Árpád előtt volt, mint hogyha Árpádnak az édesapja nem is magyar lett volna, hanem csak pre-magyar. Álmos, ugye? Álmos, pre-magyar, gyereke magyar. Na most ezt a szűklátókörű, ez egy betegség, ez a csőlátásnak egy ilyen furcsa kisiklása. De éppen ezért rendkívül fontos, hogy mivel lehet meggyőzni az embereket arról, hogy az őseink magyarok voltak, és már több tízezer évvel ezelőtt is magyarul éreztek, és magyarnak érezték magukat, és a magyar összetartozásért mindenre képesek voltak. Hát ez az Aranykincsek hultak Hargitára, ebből lehet ezt nem csak megtanulni, hanem ez dokumentálva is van. Itt van a királygyilkosságok, az is egy elképesztő könyv, minden történelmi előítélet nélkül. Azt vizsgálja meg, hogy hány éves korukba kerültek trónra az Árpádházi királyok. Mondjuk, hogy a 3 éves korban és 5 éves koráig uralkodik egy Árpádházi király, az nem ugyanannyi értékű, mint hogyha egy Habsburg király 30 évesen került trónra és mondjuk 50 éves koráig uralkodik. Hogyha ezeket a teljes jogú uralkodási éveket összehasonlítjuk, akkor kiderül, hogy a Habsburg királyokra 28-szor több teljes jogú uralkodási év jut egy főre, mint az Árpádháziakra. Statisztika ide, statisztika oda, ez már túl van azon, hogy ezt a véletlenül lehessen fogni. 28-szoros. Itt ennek valami valódi oka kell, hogy legyen. És ez miután mindenféle történelmi előítélet nélkül csak szigorú számokkal dolgozik, nem lehet ráfogni, hogy elfogult. Hanem csak azokra, akik ezt támadják. Csak azokra lehet ráfogni, hogy elfogult. Mert a matematika nem elfogult. Egy legendás könyv, egyedülálló, és még ugye azokat a történelmi hátteret is oda teszi mögé, hogy hogyan haltak meg a magyar királyok például, és végigveszi sorra mindegyiket, hogy mit tartottak abban az időben róluk. Volt, aki a ráült a trónszékére, és a trónszéke agyon sújtotta. Ugye, hát ez szokásos hétköznapi haláleset, nem? A másik az, hogy a főurak annyira szerették, hogy oda rárohantak, és olyan barátilag ölelgették, hogy meghalt szegény király. Hát ez ugye mennyire ártatlan, hát csak szerették, aztán hát szeretgették, aztán közben meg elhalálozott. Hát. És ilyesmik, ugye, és az, hogy Mátyás hogy halt meg, és ezek mind azért. Na és akkor ott van egy olyan verseskönyv, amiben a Grandier családnak a kiadatlan verseinek a javát, és ilyen lélekkigyújtó a családhoz, a magyarsághoz kötődő verseket gyűjtöttem egybe, amikből minden nap érdemes egyet elolvasni, vagy felolvasni a családban, mert ez valóban erőt ad és tartalmat ad az életnek. És itt van az őshonos a magyar a Kárpát-medencében című könyv. Itt van ez az apám szíve dobog bennem. 5 nemzedékre, tehát a nagyapám, nagyapjának a versei is benne vannak. És az édesapámé, a testvéremé, mert a Grandier családban minden nemzedékben volt költő. A Vágtázas odaszarvasról írták azt, hogy borzongató örömmámor, amit játszunk, az ilyesmit lehet átélni. A Vágtázas odaszarvas muzsikája az égig ér, és még azon is túl örök lánggal a közepén. Tűz, ami bennünk, lelkünk mélyén él, ott lüktet örökké.
Úgyhogy ez azért is érdekes, mert nem sokára lesz egy koncertünk, majd mindjárt mondom. Most jelent meg az Ördög apostolai című könyv, ami egy rendkívül megindító történelmi ifjúsági regény, de olyan, hogy én úgy gondolom a magyarság sorsregénye, mert példamutató erejű, ahogy Zrínyi abban a romlott országban megtanul helytállni, és nem csak a saját családját fölemelni, hanem a magyarságot is. És ahogy ezt megteszi, az valami lélegzetelállító. És elképesztő, hogy hogy lehetett ezeket a szereplőket így összehozni, így kitalálni. Úgy gondolom, hogy egy évszázadban csak egy ilyen könyv születik, szinte tényleg ez is lebilincselő könyv, és szinte letehetetlen. Nagyon ajánlom mindenkinek. Úgy gondolom, hogy az Egri, azt írták róla, hogy minden ízében felülmúlja a hasonló témájú alkotásokat. Ha valakinek volt már történelmi regény élménye az életében, ez biztos, hogy a legkitűnőbbek közé tartozik, úgyhogy tudom ajánlani. És a meggyilkoltatás ez a második része. Na most, a csodaszáros koncert az most lesz a jövő szombaton. Március 7-én 7:30, a legkésőbb 8 órakor már el is kezdik a koncertet, érdemes 7:30-ra odaérni. A Fonó Budai Zeneházban, itt a közelben, a Szegova utca 3-ban, a fonó.hu lehet közelebbről tájékozódni. És elővételben a jegyek sokkal olcsóbbak, mint aznap ott a helyszínen, úgyhogy, de így is mindössze 1500 forint elővételben és 1900 forint a helyszínen. Március 7-én érdemes elővételben megvenni minél hamarabb a jegyeket, ami még vannak. Köszönöm szépen a figyelmet!